Bonita, bonita tú, que pones en mi vida una sonrisa. Mi cielo, mi sol, mi luna tú. Bonita, bonita tú, que pones en mi vida una sonrisa. Más nadie tú, ni de mi noche tú. Tú, tan pura siendo siempre tú. So we'll drop a loya camangesa. Stick it up, and I can now shoot us up. Tírame, 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 pálate. Dame mi oi, 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 te lo pásate. Cámara, cámara, me va a bu. A ver, que mantene un charabatú. Tírame, 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 pálate. Venido y voy a oye, mamá, suave. Cámara, 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 de babu. A ver, a que mantene un jarabatú. So we'll drop, I'm going to come on, yes, sir. Stick it up, and I turn off, shoot, yes, sir. Tírame, 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 párate. A venido y voy a oye, mamá, suave. La cama no te va a bu. A ver, a que mantene un jarabatú. Tírame, 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 pálate. Dame mi oído y oye lo más late. Cama, la cama no te va a bu. A ver, a que mantene un jarabatú. So we'll drop, I'm going to come on, yes, sir. And I turn out shoes, I
tírame, tírame, tírame pa'lante. Dame mi oído y oye lo pa'lante. Cámala, cámala, cámala de babu. A ver, a que mantene un charabatú. Tírame, tírame, tírame pa'lante. Dame mi oído y oye lo pa'lante. Cámala, cámala, cámala de babu. Solo drop, ando ya camanguesa. Si te quieren, en la chana o su casa. Tírame, tírame, tírame pa'lante. Dame mi oído y oye lo pa'lante. Camarla, camarla, camarla de babu. A ver, a que mándeme un charabatú. Tírame, tírame, tírame pa'lante. Dame mi oído y oye lo pa'lante. Cámala, cámala, cámala de babu. A ver, a que mándeme un charabatú.
ugye testvéreim, úgy illik eljönni a live-ra. A kibaszottul illatos vagy, jó? Szóval ha nem vagy befújva parfümmel, takarodjál, az fújj be a testedet, jó? Itt ne bűzölögjél nekem büdösbe. Jó? Na. Így egyből jobban nézünk így ki. Hopp, hopp, jó. Tegnapi RP-vel Szotyival ment a levesbe. Röviden annyi. Röviden annyi. Majd újra kell beszélni. Hát tesi, ilyen korán így értem haza, azt gondoltam, lövök nektek egy kis live-ot. Problémád van vele, testvérem? Vagy úgy nincs, igaz? Ja. Na, erre, hopp. Ki a fasz kell nekem most? Geci, hogy itt 800 helyre kell magamat gecizni. Ja. Jól a gecibe van már az a szar. Igen? Ez? Igen. Vágtáló? Na, látod. Na, Mizu? Te miatt bűnügyem vagyok? Mert mit csináltál? Hát amikor lelőttük a csávót, a Porsésat. Azok szerint DM volt. Melyik? Hol? Mikor? Amikor a felhízi összeütközött a Destroyál, tudod? A csávóval össz, akkor ugye egybe ütköztek, és ugye mi ott felismert minket, meg stb. Azt én meg fejbe lőttem. Ez a Dávid Vaux szerint ez egy DM volt. De ugye most ezt az ügyet el kell intézni, de most megint másik ügyem van. Úgyhogy... Másik. Hát én figyelj, elmondom, hogyha én hagyom, csak azt, hogy... Nem kell hagyni, azt... hát most figyelj. Hát így látod, azt... De figyelj, én nem azért csináltam, csak így rákérdeztem, mert én most azt sem tudom már mi van, mert mindig rá kell kérdezni. És aztán, amikor rákérdezel, úgy van, akkor másnap nem úgy lesz. Így is már beleszoptuk. Ezért is mondom, 500 között ezért kapunk geci folyamat is. De hiába mondod, hogy nem, mindegyik admin más mond, az a baj. Mindegyik. Hát le, admin, most itt vagy élő tanú, admin. Megfogtam az admint. Nem lehet. Ugye 12 óra lejár, onnantól tiketben ráírsz, és akkor tiketedet elfogadják, vagy szólsz az adminnak, vagy nem a matulának akarsz, akkor ráírsz a matulára, muszáj vagy vele az admin ügyet lezavarni. Streamben vagyok, beszélj! Hanem jó van, egy streamben vagy, és nem csak, jó, csak nem mondok semmi olyasmi. Most a matulával akarod, vagy nem a matulával akarod dentisztet, akkor vársz holnapig, vagy írsz egy tikettet. Na, én azt mondom neked, hogy figyelj, ütköztetek, és mi volt ezt a... Nem belem ütközött a Destroyállal. Egybe ütközött a Destroyállal, mi oda mentünk, meglátok, hogy két kiszállítottuk, ugye ő ez a tag, akit ugye mi ki akarunk úgymond nyiffantani, és hogy ottan felismert minket így, meg úgy kékek, egy kicsit ugye nyomt ő is azt a szerepét, mint amit kellett a bandából, ugye flagmázott, hogy én meg fejbe lőttem. És akkor... gyerekek, ez mióta DM? Mit kellett volna még csinálnom vele? Figyelj, majd ezt a Dávid Vaux ő vele kell. Az a baj, hogy saját frakció úgy itt nézés, de... Hát nem intézhetett a saját frakció ügyet. Tudom. De majd Dáviddal beszélgetek. Csak azért kérdeztem rá, mert nálunk meg múltkor ezért kaptunk 500 között, mert DM, állítólag ez DM-nek minősül most. Mit, de nem az volt, hogy ütköztünk, megláttuk, hogy kik is fejbe lőttünk. Hanem azért nálunk volt egy kis ícézés. Nálunk kimagyarázták a srácok, hogy mit csináltak, hogy csak arra jártak, azt kaptuk a közit. És nem hallgattak minket végig. Ezért baszottunk fel most sem, minden ilyenen felbaszottunk, mert mindenki azt mondja már, mindenki, hogy ilyen van, menjünk adminnak. De én nem szeretek sírni mindig adminnak, mert pizni szeretnék, de hogy ez minden nap eljátszódik, valaki vagy köszönöm fejbe... Köszönöm a követést! Vagy teribe, hát ez... Már tényleg, most már ott tartunk már egy csomóan, hogy már itt hagyjuk a szervert, de így... Figyelj, nem kell azt itt hagyni. Én azt mondtam, mint a többi, a Tijuanások is mondtam ott a Foxnak, hogy mi a helyzet, hogy ők is itt akar... Nem kell izélni, inkognitóba kell rakni magatokat egy kicsit, az el kell kicsit bujkálni, meg kell erősödjetek, próbáltok megerősödni, és úgy próbáltok egy ICZ-t lehozni, új brigáddal. Az a baj, hogy rátok egy pár nagy szájú véget. Én elmondom, az élet rá van, meg ugye szerettek ugye ti is lőni, visszalőttetek, visszaizétetek, és ezen sajnos nem tudsz csinálni. Ugye megcsináltak a balhét, az megy, menni fog. Hát ugyanez volt velünk a blottosokkal, mi is rájuk álltunk egy-két emberre, és tényleg nyífogtattuk őket. De ez egy jó drak, hát bandák vagytok, ki kell alakítani a bandárpéteket. Azt, hogy most egy-kettőt boxoltak a lilákkal, mi is mentünk a sárgáktól fogva, mindegyikkel körbe mentünk boxolni.
Hát jól, sose sikerült még, semmi. Ja, hát még a fenékkel is akar... Hát miért ne sikerült volna? Kétszer sikerült, utána volt a... Utána azt mondtuk, hogy na jó, van, leboxoltuk, ugye a sárgák nem voltak felek, na azt mondjuk, egy remancs még egy szerszámokkal, elővettük a macsétát, baseball ütőt, késeket és szurkátuk, vártuk egy macsétát. Vagyunk egy tempinggel meg Bugatti, ennyi. Más Bugatti. Hello. Hello. Pepe, oh. Beugrasz mondja. Hozzám oda az admintársaglóba? Te soha érted bármit, egyébként nem, megyek. Köci. Szia Pepém. Szociban, jó napot. Te, most, nem tudom, Dávid intézi, nem intézi, az elment oda a badmin ügyezni, zárjuk veled rövidre, jó? Az ügyet Popeiknek, vagy ők is mennének játszani, te admin kettő vagy te egyet. 3 percem, már el kell menjek aztán meg. A csalának is volt tegnap egy olyan szituáció, hogy lett egy ütközés a csalával, és ki lett szállítva, mi a kékeket IC, mi van szinten nem vagyunk jóba, mi nem szeretgetjük őket. Volt ott egy pár beszélgetés, szemtelen volt, egy kicsit nyomtatod a gettó szöveget, mi meg fejbe lőttük, és mentünk tovább a dolgunkra, mert amúgy meghaladtunk volna, mert ügyünk lett volna. És amiatt a Dávid DM generálás véget szeretne rávágni Popeyre esetleg egy szankciót. De volt RP, volt beszélgetés, nem az volt, hogy ütközés kiszáll kék fejbe lőjük. Aha. Hát valamennyi... szeretne rakni? Valamennyi videó van erről, de a papírk odaérnek. Ott van a videó a papírról és a pistéről, és hogy leérünk azt akkor ott. Ahogy kell egy gettósnak, hát most egy gettós úgyis fogja nyomni a vaker, siába vagyunk ott. Az a baj, tudod, hogy nem bíráltam fel a Dávidot, tudtam még, hogy kettes vagyok. Én tisztában vagyok vele, csak... Várja, szólok neki. Nem kell lassan egyszerűen. Nem könnyen. Hát de most te kettes vagy, ő meg egyes, ugye? De ő intézi. Dávid, figyelj csak, Pepe átverti az ügyedet, ma a csalának menni kéne. Micsoda? Pepe átverti az ügyedet? Már megbeszéltük a csaláig, hogy én szerintem abból nem lesz semmi. Nem tudom, de igen. Most elvétleg rád várnak ott a másiknál, csak te lejöttél ide, és nem tudom, hogy mizu, és közben a csalának mennie kéne, azt emiatt. Papi, de én már mondtam a csaláiknak, hogy ebből nem lesz semmi. Ja, hát a papi... jó. Egy fél órát beszéltünk egy tök más ügyön, meg a perdú használatán, meg ezen azon. Igen, én egy fél órát nem fog beszélgetni, ha a másik ügy van. Ja, igen, én jó, már megmondtam akkor mondom nekik, ebből nem hogy... lesz semmi. Akkor jó, oké, csak ők itt vártak rátok bőszen, hogy ja, ezen. Hát én mondtam nekik, hogy ebből nem lesz semmi, felmehetnek, azt ők tovább beszélgetnek. Ja, akkor jó, oké, csöcső. Hali. Mehettek hagyjuk nyugodtan, nem lesz semmi. Hagyjuk oda egy 2500 közmunka, vagy egy hét. Nem lesz semmi, mehettek nyugodtan. Oké. Köszönöm már szépen, azt akkor már szóljuk az aeropit. Na, megint sokat segítettem, nagyon jó. Anna, jó, hogy egyetek. Én 1660 szupert nem vennék semmi a formában. Miért ne venné 1660 szupert, jó az? Nem vennék én 1660 szupert. Hát úgy jár vele, mint én. Azért. Hengerfejes lesz. Azért. Melegszik. Most mondjuk így alapon jó megy, de a játék közben már most adján. Ja, 65-70 foknál fejed nem megy. Jó, de elfelejtett, hogy ez egy... Jó, de egy... Vagy a tiéd egy Intel. Milyen Intel? Te miről beszélsz? 1660 Super, az egy GeForce. És akkor mi van abban? És a GeForce-oknak nem kéne 60 foknál nagyon fölé menniük. Jó, ez olyan... volt 90 is, meg 100 is. Na, és erről beszélek. Most egy 24 voltos, erős, nagy ventilátor zúgja úgy rá a levegőt, csak kell. Úgy tudom kordába tartani. Hát fiú, nekem a 1080-am is felmegy egy olyan 70 fokra. Ha jó, de nekem egy AMD, nekem az üzemhőmérséklete 80. Mm. Tehát ha nekem az elkezd pörögni. Oh. Tehát az bebír melegedni nekem 90-re is. Oh. Az rendszer, hogy hívják. Ha elengedem. Most rajtam bele a két új izét, ventit. Mert már nem bírtam itt üve mellette, most be van szorítva szegényket, oldja a falhoz a gép alá. Ez nem nagyon sok levegőt kap, azért kapott még pár ventit, de még így is melegszik nagyon. Hát én... Újra kéne lehet pasztázni. Hát, az nem ártana neki. Lehetne magni. Egy éve nem volt. Hát én is most viszem. Mi ez, de az i5-öt semmiféleképpen, akkor már inkább... Nekem egy... i5-öm van. Semmiféleképpen nem vennék i5-öt. Jobb az Intel, mint a Ryzen. Nem, gamingre nem jobb az... Nem jobb. Dehogy is nem, jó nem az. Jobb. Tessék, akkor te szart fogtál nekem, Ryzen, nekem full AMD konfigon van.
Mindenem van egyébként, abban semmi gond. Ez ugyanaz, ami most közöttünk figyeltepe a harc. Ő egy BMW-s, én meg egy Audi-s vagyok. Fogbaszádat, fogbaszádat, van egy A7-em, őnek ugye még nincs BMW-e, tervez venni, ő neki csak a BMW. Mutattam neki egy videót róla, hogy a BMW egy 2 mm-es hóba csúszkál, azért a kis A7 meg pattant ki. Csak az Audi. Hát Audi, BMW, hát egyik, mindig ettől rossz, én nyertem. Fiat Grande, mi van veled? Milyen? Fiat Grande Punto, mi van veled? Na, a Fiatokat szeretem, hát az első autóm egy izén volt. Egy Fiat tipom volt, egy 93-as évjárat volt, egy csapott három. Akarunk venni izének, akarunk venni családi autónak egy tipot, de az újabbat tudod, a 19-eset. Azok nagyon szépek. Ja, szépek. Figyelj, én szeretem a Fiatokat. Az én Fiat tipom, mikor én megvettem 70 ezerért ezt a kocsimat, és én rendbe rakadtam egy ilyen 200-300 ezer környékén rendbe rakadtam, hidd el, hogy én azzal felmentem Kaposvárra, visszajöttem, és akkor se rohadt le. Még másoknak az új kocsik durrantak lefel az autópályán. Most van. MK3-as Grande Punto. Ami nem MK3-as Punto, de Grande Punto-nak hívják. Azt tudod melyik? Ez az a vonó? Igen, tudom melyik, tudom. Gyerekek, ez a GMR-es vonó? Jannak tudjam. Kicsit békásabb belejű, már nem az a kis... Így van, így van. Apa, mikor jönnek be a kocsik? Milyen kocsik? Hát majd a... jönnek be. Ma hónap. Úgy volt, hogy 90 autó jön be, és most 40-45-be fog kerülni. De mi ez a handling javítás? Nem, úgy alap GTS kocsik, csomó GTS. De ez az FPS véget, mi marad a szervernek? Én nem tudom, hogy mivel fog változni, de én még mindig azt mondom, hogy ez a, most vagy a HUD, vagy nem tudom, ez az új HUD rendszer keteket, de azelőtt, mikor megnyílt a szerver, a 70 utána fel lett ugye 120-valásodat rakva, és még mi taxisok voltunk, én még mindig azt mondom, akkor az FPS olyan szinten mentek, hogy azt mondom, ahogy amit várok a gépemtől, azt teljesíti. Azután, amióta nem tudom, mik jöttek, azóta valamiért csúszik szépen. Most ahogy hívják miatt a HUD miatt, illetve nem a HUD miatt, hanem HUD-nak bizonyos részei miatt, illetve a izé miatt nagyon van FPS drop a kocsik miatt. Mint olyan módok vannak bent, ezek a kocsik kikerültek ugyebár, és most alap GTS-ok jönnek, de úgy alap GTS-ok, hogy meg lehet nézve, hogy az alap GTS autónak mi, ahogy hívják ki, mi a real változata, és mire van modellezve, és annak a handlingét fogja megkapni. Például a Nero custom, azt hiszem, a Chiron, és annak a Chironnak a handlingét fogja megkapni, hát ez, hogy ilyenek. Hát figyelj, én mindig a buszt akarom, hogy bekerüljön, már egy jó busz lehessen alatt is venni. Már ami van bent a szerverem busz, az ugye... Írtam, és akkor beírtam nevem, ha minden utána nem kaptam olyan panelt, ahol tudok ugye öltözni mégis, hát többé. Hát most jel át, ez a ruhabordban. Én nem tudok rád skin dobni. Haló, vagy ez egyik opció, hogy átöltözöl, vagy pedig írsz egy ticketet és vársz, még lesz egy szuper admin és adnak egy skin. Jobban jársz átöltözöl. Amúgy igen. Ja, csak az arcom is, ezt is megváltoztattam volna. A kórházban van plasztik elvileg, ott tudod, azt már nézd meg. A mentősök megmutatják, hogy merre van a CP. Ja, oké, és köszi. Hello. Jó, továbbítékot, hello. Lássuk. Szavaztok, he? Papi géper, mert fogom a sincs. Mi történt itt? Nekem még régen olcsóbb a fájt. Tehát nekem még olcsóbb volt. Hello. Meghalt. Jó, nem tudom forgatni a kamerát. Csak hogyha elkezdenek üldözni, akkor mondjátok, hogy van túlsunk. Szia, Uni. Hello. Nem menjetek nagyon gyorsan, hiszen vagy a rendőrök. Ah. Jó napot! Jó napot! Amúgy én hívtam a szerelőt, már megoldódott. Volt valakinek ilyen szerelőkocsi. Ő csak ezen kb. A 10. eset volt, szóval most így innentől kezdve nem lesz kinti szerelés, csak ez honnan. Aha. Ketten vagyunk. Figyelj, 10 percet kellett várnom, bocs, hogy megszereltem ilyen. Hát ketten vagyunk, a nagy tuning mesterek nem jönnek be dolgozni, ilyenkor is ketten vagyunk, tudod? Ja.
Jól néz ki ez a kocsi, hát ez jó. Hát semmi igazából, csak... Milyen gépet éri meg? Szándékosan ezért is írtam, hogy megoldódott, hogy ne gyerek ki. AMD párti vagyok. Csak AMD-t adnék össze. De bocsi, tényleg. Jajaj, tényleg bocs. Szóval itt csak AMD-t vennék. Még ezt tudjuk, hogy ki jöttünk. Hello. Történt egy kis probléma, ami jelenleg most volt a lilákkal egy jaj, szép nagy üldözés, és ugye én nem voltam, ez milyen faszom volt? Rád jött az admin? Nem, előbb jött, hogy ez a bicikli törlése. Na mindegy, szóval. Akkor elkezdtük őket üldözni, közben le is hullottam, aztán 10 percet vártam, hogy szerelőre. Tehát... Itt így? Tudom, mit akarsz, vigyerek oda a kocsit, fixáljam meg, és... Nem. Ha nem? Nem így történt, hanem utána kérdezgettem a rádiókat srácokat, hogy mi történik, haló helyzet jelent, és mondják, hogy beszorult a gépjármű, sarokba szorították. És hát mondom, nagyon jó, akkor kapjátok el, fegyverezzétek le. 2v1 volt. Utána nem kapok ki rádió jelentést, mondom, nagyon jó, várom még mindig a szerelőt 10 perc elteltével. Oda jön az egyik lila mellém, és akkor elkezdődik, hogy hallod, nem kéne oda menni a haverjaithoz, olyan nem válaszolnak rádió, te is részleted, ez meg ilyen fieség. Akkor elkezd lopjam már ezt a ladát, azt menjek már oda, meg ilyenek. Köszönöm szépen, megvárnám a szerelőket. Aztán oda megyek, ugye fejbe vannak lőve, hát nyilván azért kértek oda, hogy fejbe vannak lőve, nagyon jó, hát örülök neki. De úgy voltak fejbe lőve, hogy hát én mondjuk ekkor a barulás után nem lőttem volna agyon lőket, mert hogy így ott volt a márci, ott ilyen kibaszott nagy ilyen lépcső volt, aztán így legurult szó szerint a lépcsőn, és ott be volt már a falba, füstölt is, mint az állat. Aztán így annyit látok, hogy a rendőrök így fejbe vannak lőve. És aztán még ott ugye foglalom a gépjárművet. Várj. Videóban igen? Valakinek erről az egészről? Nincs olyan sajnos, viszont... Vagy hát nem tudom, hogy a többieknek van. Ha lesz videó, akkor szóljál, mert de mondasz B-t, hárman állítanak meg C-t, negyedik állít D-t. Hát igen, lehet, hogy a többieknek van. Hát ha van videófelvétel, akkor tudok el mit kezdeni, ha nincs, akkor sajnos... Mindjárt megnézem, fenn vannak-e. Jó, oké, és majd akkor csörögi. Nem, kiléptek ketten. Hát nagyon jó. Akkor. Ez nem tudok mit kezdeni, bocs, mert nincs felvétel, azzal úgy nagyon nehéz lesz. Mondjuk én ezt nem értem a lilákban, most megfogták a rendőrautót, az enyémet, miközben foglaltam le többit, megfogta, azt leverte róla izét, az enyémről, a milyenek neve ajtót, ment tovább, körözgetett, meg hallom, hogy valaki ordibál a fal mögül, hogy így haló, segítség, milyen hülyeség, mondom, ez mi a fasz? Na, mindjárt beszélek velük, de adom, hogy videó nélkül én te mondasz valamit, ők hát igen, valamit, és igen. Akkor utána én ott vagyok a fasz végén, hogy most rád baszok-e közmunkát, vagy rájuk, vagy inkább azt mondom, hogy nincs videó, nem érdekel. Őszinte leszek, mert most én nem vagyok se jó isten, hogy igazat tegyek közöttetek, ha van videó, akkor látok mindent, onnan meg bírok következtetni. Oké, és akkor puszancs, hello! Csuma. Köszönöm szépen a követést! Aha. Várjál, figyelj! Ez így jó? Válaszoltam melyik szerver? Mi ez? Dutiz? Hát... Dehogy dutizok át, nem fogok most geci, most hagyjál már, mert utána mehetek átöltözni, meg minden szar. Nem, majd úgyis lesz duti, vagy mi az IC-mad, akkor csak előtte szerintem nyomok egy relógot.
Jaj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 
elsérem egy kicsit. Aha. Figyeld már, mit leütöm, figyeld. Mit írt a vadorzó? Hát, de nem fizet jól a dolog. Jó vagy? Nektek mitől ilyen buzis a ruhátok? Nekem ér ilyen buzis... Hát, az baj. Mi mitől? Na. Várjál már, adj sem már lesz. Shit. Nem bírsz magaddal? Nem bírsz magaddal? Ez eltűnt. Hello, hello. Na, kezdjünk el rekonolni. Na. Na várjál, kell nekem. Ennyi jó, azt oda beküldtük. Ez gyorsan lementem, mentés. Képvágás, 22, jó. Ímul, az csak leesek, igaz? Beküldtük DC-re. Na. Ez itt valami. Rúfészek, mit csinálnak? Semmit. Csongék, mit csinálnak? Első csinál semmit, jó? Pepe. Szaladgál. Oli. Ja, a kopter akcióban volt. Persze, föl lehetok menni. Persze, szerintem. Sikerülhet? Igen, értem. Várj, csak megvárjuk, hogy jöjjön ide valaki. Csak adják meg nekünk ezt, ez kész. Mindjárt szomja hallok, mindjárt szomja hallok. Halló! Szia! Rádió csend.
Az történt, hogy jött igen. Az autó, utána felszegúdott a hegyre, mivel el akartuk kapni. Felszegúdott a hegyre, utána itt a ninja rálőtt, és az a lényeg, hogy utána kilépett. Tudtok mondani egy időt? Hát sajnos nem. Az a baj, nem láttuk. Mielőtt volt írva a report, szia Nandi. 08 volt. Miért nem látni? Majdnem. De mindig összetévesztelek ugyanolyan ruha. Figyelj már, ez a motorra, szaladj már le oda léci, mert Ford Potter öcsém nem hegyre való. Ja, én gondoltam, hogy ide fel lehet jönni, de akkor nem. Hát ez semmi, leír az alja, szétbassza, ez olyan, mint hogyha én itt egy izével egy AMG Mercivel itt nem gondolnám, hogy felszaladok ide. Mondjuk még ez a Nissan se annyira itt vagány. Ja, a Nissan, de el akartuk kapni, ezt ide feljött 200-zel nyugi. Ja, akkor jó. Bocsi, akkor nem megyek, semmi gond, amúgy, te vagy a kókér. Aha. Ugyan jó figura vagy. Na, most lelépett 06-kor és 08-kor is egy ember. Várja, hány perc most? Szerintem most van 10. Hát, figyelj, mi... 08. Azt meg tudod nézni, hogy mikor írta a reportot? Már azelőtt kap egy ilyen fél perccel. Mert konkrétan mikor írta a reportot abban a pillanatban. Ja, szóval, ja. Ki írta a reportot? 08 volt. 198. Mert 08-kor is lelépett, mert meg 06-kor is. Szerintem a 08-as ja, volt. Szerintem is, mert konkrétan abban a pillanatban hívtuk az admint, és egyből jöttél. Ja. 07-kor már néztem az órámat, akkor már... Neki az ID-je az 131-es volt. Szerintem ő volt akkor. Már biztos, hogy nem 07-kor már abban a pillanatban megérkeztél. És gondolom, akkor lépett. Az a baj, hogy nincs, mert közel, hogyha lett is volna indítva a videó, nem látszott, jaja. Akkor intézed, akkor itt hagylak. Hello. Ja. Köszönöm szépen. Na. Hagyd lássam, mit kitirkáltak itt nekem. Szedzsoboljatok át, például sohasatok az számot. Nem tudunk szedzsobolni se, tesi, semmit nem tudok csinálni itt. Köszönöm szépen a követést. Közmunka, ban, fly, meg ilyen alapvető izék közül többet nem tudok csinálni. Tehát se egy szedzsob, se egy gyaddolás, semmi. Tehát nincs jogosultságom erre. Már én is jobboltam volna, azt olvasok ezt Steam nevet, de... De így felesleges. De ahogy is, hagyjál már ilyenekkel. Figyeljetek, hogy lehet adni kint. Adni neked is, ha... Addig szedtem egy kábelt, mondom, marad. Van nálad fegyver. Látod? Ha nincs nálad. Hát bent van a lópi. Látod tesedik? Milyen jó a duty? Szedtem én is. Máson van. Itt van. Vagyok. Jó. Ó, te hogy vezetsz, te bolond? Te hogy vezetsz? Te gyász kereszt. Az hát... Mondom, állítom meg. Most már kiégek te. De ha nem jó, de ha nem követsz, akkor... Akkor nem... Hát amúgy meg igen, ne csak itt legyen nagy összeállt. Gyere ki a garázsból. Nem vagyok én nyuszi, hogy itt játsszál velem. Na, hát akkor meg menjél ki, hogyha nem vagy nyusz. Vissza fog menni. Most ezt ki is üzeted, ugye? De nagyon gyorsan.
nagyon gyorsan, azt most ki is kell füzetned. Csak ki. Én már ki innen, jó? 100 méteres körzeten kívül légy szíves. Figyi, megfogod, aztán átutalod. Ennyi. De tudja, nem. De nem mersz kimenni. De nem, itt van a fakon, vedd be a makkom, nem kell neked ide rím. Én is mutatom, te. De itt van a köcsök, kapd be a pöcsök. De májkrémes kenyér. De mi a májkrémes kenyér, te? Büdös fehér, álljál már le, meg ketté szabom a pofádat. Te nem vagy fehér. Meglékelem a fejedet. Nézzük csak, mi az a rendszám? Hallod, JJ, nézd csak meg azt a rendszámot. Nézem. Mi a rendszám? Azt mondja, EJG 959. Mi a rendszám? Az a rendszám, hogy... Jó van, tesó. Ezt a rendszámot, ezt elküldöm a rendőröknek. A rendőrök leolvassák. Én érzem, hogy itt nagyon csúnya közmutásokkal vagy az a rendőrök. Oké, örülök. Ez sem kéne, tesó, ez sem kéne. Remélem ezt is veszi a testkamerád. Rendőr vagyok, szóval... Hát ahhoz képest, hogy rendőr vagy, eléggé nem vagy tisztában itt a dolgok. Minek kergeled az embereket a izébe, garázsba? Utána meg nem mersz kijönni, mert nyuszi vagy, mert rendőr vagyok. Te hergálsz, mert itt izé... De mi az, hogy györöki, te hergálsz? Gyere ki! Igen, mert itt is versenyre, azt utána meg belénk jössz, meg dudálgasztás. Ott van a GoPro, oda jössz a rendőrség, hogy jössz versenyt, mondom nem, mert nem bírná az autód. Aztán elkezdesz kuvertik voltam. De mit most is mutogatsz, voltam. Most is mutogatsz, tudod, hogy nem bírná? Amúgy igen, mert ott hagyott onnan, a kocsi, hogy onnan tudod, hogy ez egy, tudod mennyit ér az ez egy tragos. Semmit. Ez egy trabantot ér. Az a 200 éjjel. Ilyennel van tele a garázsban, a kolopszor. Tehát biztos, hogy... Azt jól mondod. Az biztos, hogy bevágom. Tehát akkor most... Íj, azt elbaszták. Ilyen. Ja, nem. Bőközi. Tehát akkor... Ja, amúgy most már... Rendőr vagyok. De hogy vagy rendőr? A rendőrök azok ennyire nem hülyék. Ezt a ők se a legokosabbak, de azért ennyire nem süllyednek méretesen. Azért nekem ne gyere, jó? De mit csinál? Durranj bele! Ez a karma, tesó, ez a... Addig csináld, amíg van szuszabba a kocsiba. Sokáig bírja az. Nem hinném. Menj ám az indexed. Hát mi? Ők ide nonoztak. Bocs. Durranjál bele? Nem lehet. Durranjál bele? Nekem jönne! Szerinted a másik miben onozik? Még jobban összetörítek, akkor kifizeted? Én biztos nem. Gyalogos public, leszek. Publikban való hergelés, publik. Menjen innen. Szoplimálgat össze-vissza. Te szóval szoplimálgatsz, tesó? Na mi van, félsz még mindig, nem jössz ki a garázsból, tesó? Ha van faszod szájába a kocsiba, mondom neked. Nekem van faszom. Akkor szálljál be. Akkor szálljál be, tesó. Szálljál be. Na. Gyere, szálljál be. Szevasz. De ezt nézd meg, ezt kiszákom, mondom. Hát figyelj. Szia. Miért érzem úgy, hogy ez nem szinkron lett? Belebaszottatok a falba? Hát nem tudom, hogy te hogy vagy veled, de én ide beférek. Hát értem, attól mi? Na várj, csak lejövök rádióra, bocsánat. Te csak mondasz, hogy nálad ment a videó? Kérlek szépen, mondasz, hogy nálad ment. Fasza. Akkor itt én. Amúgy te meg... vattok. Nem basz, nálam konkrétan pont letudtam. Azt hittem volt egy autónk. Hát volt. Ha, ja, volt egy. Ilyenkor el lehet szerinted tolni. Ja. Most ezzel mi van? Ja, semmi. Köszi. Már be kéne minom az elsőbe. Én gondoltam.
hogy a faszon verjen bele ezekbe a... Vegyél elő egy baseball ütőt, hogy nem tudom mi van nálad. Nem azzal van a baj. Ja, előről akár mi. Igazából figyelj, én hívtam volna szerelőt is, hogyha csak nincs kinti szerelés, tudod. Menjetek, hello! Na szépen. Tudom, már vegyek is vissza. Vegyek a szucaléza. Meg kajak, meglékelem a koponyádat. Jó van, örülök neki. Most várjál. Várjál, nem a pirosak, nem a pirosak csinálják a gettó részüket. Kötözködés hasonló. Hallod? Én nem vagyok az a szuszítós, de én ezt nem hagynám annyiba. Gyere már ki a garázsból, ember. Hát, hogy menjél már, more? Moregágyi, nem. Engedd már el a terepjárót, te. Mit csinálsz? Haló? Ki tolt ki a izéből, tolt ki a garázsból. Menjél már a faszomba. Tudom. Az az, tolja. Az a trójai erő, barátom. Hova mész, kolompár, itt vagy? Kolompár! Ember, ne toljál már ki! Akkor menjél ki! Kolompár! Ki ne csak itt legyen, hogy ezt áll! Ki vagy te itt a főnök, hogy megbondjad, vagy ki vagy te itt? Eszembe jutott a videó az ember, ami olyasmi! Beszólogatsz, tesó, vállald a következményt a szavaidért! Te kezdtél el izérni, hogy jussz rá! Én kezdtem el, nem mentegetőzni, mert te kezdted, mert te kezdted! Hát ezt most nem bírom kész, figyeld, a nagy réti. Te belém jöttél te! Én is meg. Itt vagy kolompár, te tenger! Amikor el akar rúgni a foci labdát, azt mellé rúg. Mi lesz veled? Menj már te kugli fejé. Senki nincsen. Maradj már kuska. A fasz nincs. Mindjárt jönnek a G-ek, az kettét kalapálják a fejedet, tesó. A tiédet. A tiédét, tesóm, jönnek a G-ek, az beraknak a kocsiba, azt mellett a Mondjuk a maci az nem őt, sajnálom. Hát, megérdem ezek vagy. Maci, megy az indexet. Hadd menjen, nem, arra nem képes, hogy kikapcsolja. Te is menjél ki inkább a garázsból, gulyás, vagy hogy a címbe hívnak. Menj majd egy gulyás teves. Gulyás! Gólyás! Kinek a feje olyan, mint a gólyás? Halló G, gyere már itt a publikba, bazd meg, itt van egy büdös kidó, aztán itt össze-vissza izél vágod. Én jön meg izé, hív racséra, meg ilyenek. Most mi a geci van itt? Nem bír magával itt a kékpólós csávó, aztán itt teszi magát, meg beszólogat, meg széttöri a kocsit, meg racséra akart hívni. Vagy hát mi hívtuk őt, csak aztán nem bírta az irámot, az beszakadt ide. Jó, ja, persze, meg. te vagy, nem bírod. Hát, itt a publikba így gyertek, Dick. Nem egyedül vagyok, elnehét. Hát basszátok meg. Hát, ugye? Hát, jó. Várj, még kimegy, addig menj el. Hát, de nem fog ez kimenni, megvárjuk itt szépen. Na jó van, várhatsz. Itt vagyunk a izével. Nem várhatsz. Kicsi JJ-vel. Kicsi JJ. Kicsi látszik. Hát... mégis nagyobb, mint te. De hogy is. Több eszemben meg nagyobb is vagyok. Ja, hát nem hinném, nem hinném. Hát figyelj, előbb azt mondtad, hogy rendőr vagy, plusz még fehér is vagy, szóval nem lehet olyan sok eszed. Mondtam, nyomozó vagyok. Hogy lennél már nyomozó? Talán nagy nyomozó. Nyomozd már ezt a faszt alattam. Ja, amúgy ja, nyomozd már ki a szádban amúgy. És segjükaddal esetleg? Hát én nem buzi vagyok. Nem. Hát de az vagy. Apád hát példáját. De hát rendőr vagy. Én nem te vagyok. Kövesd apád példáját. Térdelj le és szobd le a faszom. Olyat kapsz fejbe, hogy a szemed leszáll a fejed. De mi a fejed, de kisköcsög. Na mondjad, mit kapok a fejembe? Ne meneküljél a büdös köcsög. Száradjon szét a kupát. Összemendek szemeid. Mi a fasz bajod van? Mi a fasz bajod van? Akkor gyere ki, azt játsszuk le, kisköcsög. Jó, ne itt bennkeménykedjél, na.
Hát akkor menjünk akkor ki, akkor gyere, ki, te nem ki. Akarsz kimenni. Jó, van, hát nem megyek ki, mert megyek a... Meg. Igen. Hova mész? Kezedet, megkötözöm szépen, megfogom a nyakadat. Kivezetlek szépen innen. Na gyere csak, te kis faszopó. Mit csinálsz, ember? Azt fogd meg a nyakát, te só. Figyelj, már fizetek a végignézhetem. Hozd a kocsit. Figyelj, már fizetek a végignézhetem, hogy szétvörítem. De gyere. Gyere, öcsém. Kinek adjam? Nekem, te só. Jó, pillanatot kérek. Mi az, hogy kiviszete? Nem állít. Akinek vagy a száj, az később posköcsög. Nem szabad. Benne van az admin szabályzatban. Végig kell menni, rak a roppnak az utána. Jó, vigyük be oda a sikátorba, tudod? Jaj, ott a, izé, a medve, meg ezek a srácok, ezek jó arcok, segítettek megállítani ezt a nyomorékot. Ah, oké. Okay. Tudod ki a nyomorék, te vagy? Várjál, öcsém. Mindjárt megtudjuk, ki lesz itt a nyomorék. A kezét fogja a lábát, kapd a lábát. Megfogom a lábát. Na, gyere, futunk, gyere, futunk. Na, gyere. Hát elborulunk, nem bírom. Melyik búzi fogdossa? Na, fáj a lukad. Valaki fogdozza a pecsőmet. Ide. Ja. Ki akar leszopni? Te fogsz majd mindjárt minket, öcsém. Szépen sorba. Majd leszopta engem. Lőjétek már, hogy verjem már be közire, Léci, hogy valamit csináljátok na. Vele. Na, tegyük le ezt a kis köcsögöt. Na, lerakom szépen, átnézem a ruházatodat. Az lesz. Na, akkor mondjad el, hogy a benzinskornát, azt elveszem szépen. Tagnál a kenyeret, rádiót, azt is elveszem. Hoppá, macitik! Mekkora állat az ember! Tábla csoki, víz, tutti juice. Komolyban vagy, Maci. Imádom ezt a... Maci, majd egy számot cseréljünk. Meg egy kis pénzt is találok, azt is találok. Oké, főnöm, cseréljünk. Most holnap leszek 26. Na, lerendezzük ezt a csákot. Várjál, tötözzék ezt, beszéljük meg úgy. Ne így, szemtől szembe, öcsém. Itt áll, akkor lesz szemtől szembe, kis köcsög. De... Bilincsáék, ezt úgy megbeszéljük, jó? Lejátsszuk ugye a menetet, jó? Jó, mindenkivel mész. Gyere egy box! Várj, mindenki menjen arra. Mindenki megy, megyek. Na. Szépen lebeszmarad a bilincset. Na, én vele akarom kezdeni, ő vele. Velem nem jössz. Engem most ütött el egy autót, ez nem jól. Gyere. Na, gyere ide. Na, jó, oké, jövök. Itt. Menj arrébb. Itt vagyok. De ne menj el, mit akarsz? Fozd meg! Zákos kutya! Szemétláda, hadd rugdossam meg! Te bűdös kis szemétláda, te! Szia! Hello! Te ki vagy? Kicsoda? Te nagyon ismerős vagy. Én? Mhm. Honnan? Nem tudom. Mi a neved? Nem mindegy. P-vel közelik a neved? Nem. V-vel? Nem. Nem te vagy a buff. Há? Kicsoda? Buff. Halihó, ne haragudjál! Hello? Miért így nézek ki, ne haragudjál? Elég furán tartod. Én vagyok az, nyugi! Halló? És így lát? Aha, de már mindjárt tovább lerógott, az kész. Ja, jó. Oké. Okay. Majd eldolgozom ezt a maradék 13 para. Hello. Jó munkát, hello. De, hello, miért kerültem most közire? Public kihasználás, non, RPL hanyagolás, örüljön csak hát ettől. Hát de, most mi, public kihasználás, nem tök mindegy, hogy mikor megyek ki. Nem ők mondják meg. Hát, de az, hogy nem akarsz kimenni, csak ergeled a többieket, annak mi értelme, hogy tudod, hogy nem lőhetnek le, nem lőhetnek meg. Nem ha nem tetszik, tetszik az ügy, mindjárt kiveszlek, visszabaszlak 400-ra, és akkor elolvasod a szabályzatot, hogy hol tehetsz panaszt, jó? De figyelj... Elmondtam, hogy miért kaptad. Köszönöm, jó, szia!
már felesleges, még keveset adtam neki, csak áratok most lovolnom kell. Hát most bazd meg, most mit magyarázkodjak, elmondtam miért kapta, nem tetszik az ügy neki, nyugodtan fősétálhat, vagy írhat egy tiketet, azt csókolom. Tehát igazából ilyen egyszerű. Mi volt annak a... Köszönöm. Melyik az? Hello, akik most veszel ide itt, brédülődik, meg kopaszodik, meg ezek. Szólok, nézd már egy kicsit, mert... Ugyan, már lerohadjon el. Van valami probléma? Nem bírsz magaddal? Ja, de, bocs. Na, akkor tudod csinálni a közmunkádat, vagy segítsek egy 3 napos pihenővel? Nem. Na, akkor csináld a dolgodat. Figyelj meg! Mondjad. Mert neki a perma is, meg kurva anyázott, meg hasonló. Igen. Van videó? Hát sajnos nincs, de szerintem ő is tudja bizonyítani. A, ő kicsoda, ő is. Nekem is azt mondja, kopasz, geci, brej, túró, meg ezek, szóval ez nagyon nem minden való. Aha, persze, én pont ilyet mondtam. Uh-huh. Hát, jó, én nem mondanám. Nem hazudok admin, na, szabályzatban benne van. Mindegy, csináljátok, azt tovább, okay. Azt úgy hello, van ezer dolgom. Na, hello. Hol a patomban van a csávó? Nem találom, geci, várja már. Hol van, oli. Én vagyok ilyen vak geci, hogy nem látom? Pedig fönt van az IDE, geci, látnom kéne. Még írom addig az ügyet, addig hallgatom az emberünket. Itt van. Ja. B-turbo, geci, hogy basszam ki a füled. Anyáddal lefüggítem este. Hallod? Hogy kell permázni? A VH-ban és beírsz örökban. Vagy ott befelelsz, hogy örökban. Oké, köszi. Hello. Szomdalját. BH vagy VH? BVH-ban. Ugyanúgy, hogy simán bannos, csak bepiált, hogy örökban. Igen, hogy meg a... Perma. Mit írok be, hogy B... Hát, ha megnézed a reportot, papi, per... ott úgy kezdi a reportot, hogy BVH játékos. Mondjál, kibannolom, és akkor ja. Nem és akkor majd beírom. Papi akar bannolni. BVH, igen, ID... Nem. Ban, BVH, szó... BVH szóközban. Igen. Ott kiválasztod az embert, és bepipálod, hogy na, permentaliban. Nagyon hangos vagy, Geri, basszus. De Gecire, kell nem hozza fel az ablakot. Per, B... V-vel írod? Igen, B, dupla V, H szó közben. B-turbo, Geci, kopasz. Hol már? Itt van egy srác, aki nagyon helyen. Anyád olyan csúnyát a faszot. Meg anyázik, megállás nélkül. Én nem közben. Szevasz, te patkányfej. Kiperbázom a lelkemet. Megvan. És ez 4-es. Te patkányfej, Geci. Hogy basszalak fülbe. Oké.
Miközben lejfújszok a mikrofonomon. Most este anyádat veled együtt a faszopó. Szádok is állok, te fasz. Oké. Ugye anyádat készen nem baszom. Köszönöm, hogy itt van, te erpjel anyádat. Mi most húztam én? Ha, mi? Na. Sziasztok, jól mint kérek. Na aggódj, intéztem, ezért rekonoltam be. Hello! Intéztem, aggódj. Kifeküdt egy picit aludni, egy permára. Pusszancs! Halli! Ó... Hallod? Most igazából elég a, most meg a pont is izéljem neki, vagy csak a közmunkát is? Mi? Na, most adtál neki még közmunkát, vagy mi? Hát előtte közmunkát, ott elkezdett anyázni, folytatta tovább, ott utána rávertem a permát. Én szerintem csak a pont ír. Akkor jó, ó, geci, Steam, a passza vett a tarságokat, geci, így. Misi, valaki megvett egy kocsit, de nincs meg a kocsia. Mi volt a Steam neve, bazd meg ma? Én sem tudom, bazd meg. Keres rá, logból kiír, hogy bannoltad. Második elmond. Oli 618, igen. Most miért nem talál... Ja, bazd meg, mert Versailles DC-n keresem. Oli 618, igen. Kéne nekem egy Steam ID. Itt is van. Így is van. Igen. Endok. RPL hanyagolás. Szerintem OC szidás volt papika. OC szidás. Itt van váró, barát vár. Anyádás. Vár, ezt megcsinálom még. Taxis, ha gyere. Tartom, egy időtartom. Perma. Tudom, hogy azért fog bejönni, hogy minket szidni. Tuti, 1000%. Nincsen gond. Mindjárt áthúzom ide a DC-t, figyeld, hallgassátok. Hopp, ez átugrik ide. Szia, hallgatlak. Hello. Hello. Csak annyi a kérdésem, hogy a... Várj, mit is akartam? Ja, megvan a taxitársaságban van ez a... áttöltözés. Igen. És valamiért nem tudtam áttöltözni, és én nem tudtam kivenni az autót. Hogy szerinted mit csináljak? Szerintem le vagy permázva, és nem tudsz felvenni a szerverre. Ja, tényleg? Bazd meg. Én permáztalak, igen. De akkor a kurva anyád. Tudtam, hogy ezt nincs ezzel gond. Éreztem. Nincs ezzel gond. Erre készültem. Mondjad, nyugodtan hallgatunk sok szeretettel, csak egy pillanatot kérek rá. Jó. Van itt DC konfigosunk? Alex, vagy... Őszentan írja rá. Hol? Oldalt látod, írja rá. Mindjárt szólok neki, hogy... Figyelj, elmondom neked, mi lesz, Oli, a következő lépés. Figyelsz? Figyelsz rám? Most levettem a mútot. Figyelsz? Aha. Kapsz, ti fogsz egy gyönyörű szép ovis rangot, amit kibírsz majd használni, jó? Ha kicsit összeszedted a gondolataidat, és egy picit agyban megerősödtél, és esetleg szeretnéd tovább játszani a szerveren, egy gyönyörű szép umban kérelemet írsz, és... esetleg behúnyom a szemem, és azt mondom, hogy gyermetek butaságodból adódóan követtél el ilyeneket, és nem voltál tisztában azzal, hogy milyen szavakat használsz, és ezzel milyen szabályokat, és hogy sértesz meg valakit. Hogyha ebben elgondolkoztál, akkor utána írj egy umban kérelmet majd, vagy kérjed le magadra az ovis rangot, ott majd elmagyaráznak mindent ott a Discord moderátorok, hogy hogy kell valamit csinálni. Hogyha ez össze fog jönni, akkor utána én meg fel foglak oldani. Érted? Értem. Jó. Meg lesz azonban.
egyelőre még rajta múlik. Tudom, csak én beírom majd kérelmet. Hát egyelőre szerintem még egy hétig biztos ne ír be. Már? Hát már egy hétig biztos rajtad fogom hagyni. Basz. És legközelebb elgondolkod azon, hogy hogy játszol és mit csinálsz. Hát jó, csak ők hergeltek ott. Végig rekonolt. Az, hogy hergeltek, hergelitek egymást, és utána te belemész, és utána ahelyett, hogy belemenni rendesen az RP-kba, hogy akkor kimész, kapjanak el, az pöröghet minden, ahogy kell, ha már nagy volt a szád, nem te tovább ott neked, mennek majd fülborítanak azzal a nagy retek autóval, erre te így úgy, amúgy, azt utána mész tovább, körözgetsz jobbra-balra, én ne haragudj, ez számomra LPR hanyagolás. Utána az, hogy ott a kajakra hergeled őket, az autódat lerakod, kiveszed, hogy megjavuljon. De mi az, hogy kivisz publikból, megvilincse a publikba? Tehát ez... Ne aggódj. Hogy van a szabályzatban? Segítsetek? Én nem vagyok ebben már fejben ott. Vitt az RP, tehát hogy bevitt RP esetén ott bármi történet, tehát ha bevitt az RP-t, akkor téged kivett. Miért vittem be az RP-t? Ők megkérdezték rendőrség, hogy van-e kedvem racsizni, mondtam, hogy nem, csak láttam, hogy ott vannak az adminok, eljöttem, ezek bejöttek utána, én bementem, utána nem tudom mennyi időre bejöttek, és akkor ott elkezdenek, hogy mi nem jössz racsi, kihívtál, én nem is hívtam ki őket. Ezen elkezdtek, hogy menjék, akkor úgy ki belém. Végig rekonoltál a poli, nem kell. Tehát végig lett rekonolva, hogyha te nem akartál volna velük erpízni, akkor egyszerűen megoldod úgy a helyzetet, hogy csöndbe maradsz, és nem arcoskodsz velük tovább, és utána belefordulsz olyan szójátékukba, ami nem biztos, hogy kifizetődő, meg hasonló. És belementél a játékukba, én is meg fogtam volna lebilincselt, akkor azt kivittelek oda 10 perc után, hogy tudod jól, hogy nem lehet kivinni téged, mert te ott fogsz kajakra állni akár 2 órán keresztül is. Hát, de az miért? Tehát figyelj! Mert kihasználod azt, hogy te védve vagy ott. A publikus zóna arra van, hogyha esetleg te ott rakod le az autódat, fölkelsz, és sétálgatsz jobbra-balra, meg hasonló, hogy éppen még DC-re belépsz, csinálod a dolgaidat, vagy bármi, ne raboljanak el, ne történjen semmi bajod. Az, hogy te kajakra ott oltjátok szanaszét egymást, és hergeled már a többieket, mert igazából ez átment már hergelésbe, mert nem egy vicces szójáték volt ez, hogy mint amit mi csináltunk, vagy azt mondom, hogy 2 rivális banda vagytok, és összeszólalkoztok egy publikus helyen. Nem, te egy civil vagy, ők meg egy banda. És azt mondom, hogy két banda tag esetleg még összeszólalkozik egy publikusban, hogy így te faszopó, úgy te faszopó, arra azt mondom, hogy jó, rendben, elmegy, mert egy banda tag. De te egy civil vagy, és kajakra helgeltél 3 civil. Alex, megkérnélek arra, hogy Olivierre óci anyázásért egy óvis rangot dobjunk. Jó? Oké. Okay. Mert mondtad, hogy ne dobálgassuk ki őket, és akkor így. Uh-huh. Mennyi időre kapjon? Én lepermáztam a szerverről. Oké. Okay. Ő megkapja az ovisat. Megkapja az ovisát. Nem tudom, hogy ti mi alapján veszitek majd le róla, utána mondtam, hogy én egy umban. Nem, hát van egy olyan szava, aminek az a neve, hogy némítottak. Ott látja, hogy éppen... Oda tud írni, ennyi. Másabban nem. Amíg ugye nem dobjátok innen, addig ezt a szabát is látja. Meg ugye a helpek látják, de várjál, akkor oda hozzáadom a staffot. Jó, te is staff vagy. És akkor tudtok majd vele kommunikálni. Oké. Okay. Hogyha ilyen nagyon, nagyon bágyom. Én lecsatlakoztatom őt, és akkor mehet a dolgára. Oké, okay, köszi. Hello. Hello. Köszi, Alexem. Nincs mit. Hello. Valaki visszahúz majd izébe? Nem tudlak. Elmesi IC-be? Mit nem vagy? Mi tényleg revive-os lettél? Tényleg mentős vagyok? Ha nézd már meg a rangjaimat, ott van elmes. Nem szórakozok. Ha de ti megszavaztátok, hogy jelentkezzek mentősnek, én megcsináltam valami. Mi van revive, srác? Ja. Legyen meg. Nem tudok áthúzni, tesi. Őszinte. Oké, okay, akkor átmegyek, nem baj. Köszi. Ha valami van, szóljatok, húzgáljatok, oké? Okay, hello. Jó, rendben. Szia, Alexem. Hello.
Most már mindig is nyolci szerved, mi? Egyen meg, én úgy szeretem az ilyeneket. Szereted őket bannolni, vagy szankcionálni? Én bannolni szeretek. Figyelj, itt a csetemen már papi nem vett fel véget ennek az RP-nek. Mondom, nem lehet, srácok, bármennyire szeretnék, nem lehet. Mi ez, ha már múltkor fel tudta szedni a fenét, akkor tud valamit a vérbeli szanitét. Még köcsög ez a szakfen! Rohadjál meg! Micsoda várja, én mindig nem támogatott, én se támogatom, de ez van. Ja, bazd meg! Aj, de jó! Kösz! Kösz, hogy figyeltek! Az egészségemről. Na. Jó vagyok, srácok, jó vagyok. Csinálgattam a dolgaimat. Jap. Mizu? Dik. Hello? Na, olyan inaktívak a szerelők, hogy nagyon borzadály mostanában ez. De várjál már! Megszereled neki? Na, megszereltem. De miért? Hát azért, mert mínuszban van a bankom, tesó. Ja? Mínusz 2000-ben van a bankom, érted? Mit csináljak? Meg szerelő meg nincs. Hát azt is ki kell fizetni. Hát, hát dob rá még 250-es számlát felőlem, ha tudsz. Nem tudok számlázni. Itt szívügy. Jó, no, mindegy, ez egy egyszerű alkalom, aztán elpróbálnak nem összetörni. De ha elkér ilyet ebben a városban, ne törj össze egy autót. Csacsa. Csacsa. Meddig tart a live? Este 10-ig, de szerintem lesz benne minden. Hára megyek, hát találok még ilyen finomságokat, mint előtt. Ja. Hajrá, hajrá. Mondjad, tesi, hallgatlak. Rendben, cékázatok. Hello. Intézett, papja. Nem, tudom, mit szeretne. Na. Hello. Csinálj valamit a mikrofonoddal, hogy halljalak is. Halló, hallasz? Hát valamennyire igen, de szarul, de igen. Az van, most jobban hallasz? Igen. Na, az van, hogy kitettek Discordról is, Vagosról, és nem tudom most mi van, és nem is tudok felmenni IC rádióra, meg semmi, és nem tudom, hogy mi van. Megszűnt teljesen a frakciótok, az egész Los Vagos törölve lett. Ja, és miért? Inaktívak voltatok. Inaktív, a tulaj, vagy hát nem a tulaj, a líder leadta. Aha. És így megszüntették az egész frakciót. Ja, oké, köszönöm szépen. Szóval, nem tudom, majd ha végeztél öltözni. Na, hozzájuk mehetsz, náluk van TGF. Nálunk sosincs. Nem, a mióta nincs? Nálatok van mindig. Nálunk nincs. Hát, sosincs mi? De úgy hallottam, nektek emberek kellenek. Nézd meg, aktív. Itt van mindig. Há, oké, de milyen neve a frakciótok? Semmi, nincs, nálunk nincs TGF, semmi, semmi. És neked? Nálunk sosincs, mert tele vagyunk, 29-en vagyunk majdnem. Jó, van, majd lesz fekvő. Rohadjatok meg. Hallod, te rossz köcsök. Azt se tudom, hány fekvőt kell tolni. Várjál, hol van, várjál, pontok. 15. Milyen 65? Mi van veletek, puzi? Mit húzok? Már magyarázzatok nekem itt, mint annyian öcsém! Nem kell itt a fölös duma! Tizenöt be! Várjál, ezt na jó van, már ezt a fekvőt támasztós úgy érzem, mert most kell följebb bennem, mert nagyon elszálltottátok. Nagyon elszállt veletek a ló. Nem
gyorsan beszélkeztem. Száz, mi van veletek? Mi van veletek, rossz buzi? 44 jár, 30-nál járunk, igen? 30 fekvő? Rohagyom ki a gyomrotok. Milyen 40? Te 15-tel számolj testvérem, mert 15 van odaírva. Most basztom ki a szátokat. Geci, kajakra fekvő támasztottak, geci, live közben, basztom ki a szátokat. Mi van, basztam ki a szátokat? Szigorú a test! Várjál, buzi! Szigorú a test, és cigivel a szájba! Na. Még már, amit elállítottam most mindent a kamerán. Látszik a faszomot fogdosom? Nem, jó. Fasza. Tényleg már cigit kéne a szájba rakni, mert szigorú a test. Fontos a cigivel? Fontos. Nagyon fontos a cigi. A ciginek mindig ott kell lenni. OC mondom, kapjátok be! Na jó, hagyjátok abba! Fekvőteszt és fekvőszessétek a passzomat, jó? Mindjárt fölrakom 100 000-re, geti. Magyarázatok. Nem felküldni jöttem föl a live-ba, vadd meg. Faszom. Szigorú a test! Köszönöm szépen a követést, tesi! Száz, ezer, tízer, százer. Tík, ennyi. Mi nekem van két hüccletkem pontom. Nézd meg most mennyi! Nézd meg most mennyi csöves! Főraktam a faszomba 100 000-re, talán Rojnak van annyi. Talán Rojnak van annyi pontja. Szevasztok, srácok. Talán Rojnak van annyi. Talán Rojnak lesz. Mennyi pontod van, te csöves? Csináljad ma. Hát csinálja. Mennyi pontod van amúgy, Roy? Hála Istennek, neked sincs akkor. Faszom akar tesizni.
Nem akarok értesizni, faszom. Picikét halk vagy, papi. Ki hal? Na jó, van-e magyarázzák, mert ne szaladós kurva. Egy fel a hegyre. Van nálad étel itt a John? Megint mi vagy a kereszt? Hát a tesó. Majd adjál már. Mennyien vagyunk amúgy? Ja, 122-en vagyunk, testvér. A melyiket? Azt tépkor. Miben ülünk? Nem apúzzátok el. Hát te velünk vagy? Aha. Helyén vezetek. Ha mi a... Mi a fár van vele? Micsoda? Nincs semmi. 200 fekvőt, egy kettő. Na jó, adjatok békén a faszomba. Nem vagy kifekvő támasz zseni, a faszom ki van már. Adjatok már a getibe. Kinyitom az ajtót nekem. És nem, nem vigyázok megint, hogy ne verd be a fejed. Ez az! Oh, vigyázz már innen egy kicsit! Beoda a szerelő bújához! Ne ütöges! Beoda a szerelő, állj oda, kimentő búja a gecihez, oda a piroshoz. Így, leveszem az lekem adzodomat már. Állj oda, menj oda, menj oda, visszamondom. Oda, már némen bekombak. Mit írtál? Mi az, hogy a magyarokat szeretem? Motozzátok át! Motozzátok át! A rádió és én legyen nálam. Na jó, rohadjál meg! Rohadjál meg! Én vagyok a legkeményebb öreg, bazd meg! Hát, honnan látod? Honnan látod? Hol van nála a két kenyő? 18-ban. Hol? Zsebibe. Mondjad már meg, hogy hol van legalább, azt mondjad már meg, ne azt, hogy van nála. A zsebébe, itt a hátsó zsebébe, a bal hátsó. Igen. Meg hol vagy mi lesz? Benyújtál oda, vagy mi? Dehogy donétért fekült, de ideges vagyok már. Oda nézd, donétért sem kell küldeni semmit, srácok. Itt azért vagyunk, hogy nevetgéljünk, poénkodjunk, azt ennyi. Fegyver van nála? Semmi. Hát azt tudjuk, akkor kinek szurkolsz? Múltkor megcsörgettem a baseballt, amiket elrajzon szedtünk, azt ők voltak azok szerencsére, mert a... Gondoljátok amúgy, hogy látszok egyébként, mi a véleményetek arról, hogyha... Adjatok már a geciba a fekvő támasztal! Faszom! Ez milyen cépét? Hogy milyen faszom ez itt? Miben segítsek neked? Hát nem tudom, mert az ugyanolyan, mint a... az állam. Jaj, hát szar már le, mit ír. Amúgy meg ugyanaz a méret, mint az állam, és a doro... a... mi a faszom? Akkora, mint a... Ne magyarázzák, mert... nem magyarázzák, régóta tesi, régóta. Mert mit... mit írtatok, gyerekek? Pörög a chat, az őszinte vagyok. Miért nem tölt be? Várj egy picit, felettesi. Aztán nem tölt be, akkor utána, ha nem tölt be, akkor utána tolja relogot is menni fog, még a szerver hát tölti le a dolgokat. Nem. Low fast. Mióta a csomagoló, szívok, nem az értékesítő. Nem, az értékesítő sem ugyanaz. Csak mondom. Lesz. Na, menjél már. Pedig főtolják a szájukat. Hova? Én megyek el kajálni. Ákmed főtolja a száját, meg a többiek. Nyaligától főtolja a dolgait a szerverre. Megindul Pistike és megindul mindenki, akkor lesz. Ha nem, akkor estig adminkodunk. Na most... Na. Nézzük a céket. Ki a kedvenc afrikai játékosod? Olyan nincsen, mindig egy szar. Ki a fejét meg kicsit olyan? Én is meg olyan is. Hát, már ide adta kést egy kicsit, légy szíves. Ne, késsen, csak ne, csak egy kicsit add ide, légy szíves. Ne, mert végig még van baja lesz. Ja, múltkor oda, itt van nálam, na várjál csak. Jó, oké, csak. Ne szúrja beléd, meg az észre. Ide jövök az úrhoz, lehajolok. És levágom az összes lábujját. Ebben focizza aranyapám. Hú, de spriccel a vér.
még. Nem tudom. Majd... Igen, úgyis. A másik ugye, hogy... Ugye úgy mondtátok, hogy menjen hátra. Na, de amúgy el lehet rabolni, csak kirabolni nem lehet. Hova kell mennem? 88. Ja, Koska Park. Már megyek. Mondjad. Szia, figyelj már, volt itt egy srác, nem tudom, hogy itt van a közel. Az igen, ketten is. Volt itt egy kamion a srác, el akartuk rabolni, ott akarékoskodott, hogy hagyadja le a munkát, stb. Belementünk, okay. Most idejött és eltűnt. És eltűnt, mi az idéje? Egy pillanat is nézem. Nézd már meg. Kettő 66. Intézed, papi, mert akkor megyek. Itt van. Hello. Na, most akkor jössz vagy nem jössz, mert téged várunk már. Miért kell elbújni? De most mindig kötelező, már elrabolnak 10 millió, és mindig kötelező menni. Nem kötelező, nem, tényleg. De most hagyjuk, engedjük el, menjünk. Jó, engedjük el, jó, köszönjük. Ez tényleg, ez már vicc kategória. Jó, köszönjük szépen. Köszi azért minden esetre, papi, el. Szia. Akkor. Hello. De most az a kérdésem, kötelező, hogyha egy nap elrabolnak 15 milliószor, akkor 16 millió gyár is kötelező menni. De uram, vagyis nem tudom, hogy tegeztetek, papi. Most ha például, ha ők felszólítanak és megengedik, hogy visszajöjjek, vagy valami, és ha leadtam az árut, akkor elbújjak, az is baj. Hát igazából tehát, hogyha nem lennének korrektek feléd, igen, akkor ott leszarnák, hogy te éppen miben vagy, kiszedek a kocsiból, és bukod a körödet. Értem. Ők nem akarják azt, hogy leszopjad azt magadat, hogy a fél köröd, a kész vagy éppen majdnem a köröddel. Uh-huh. Ez maga az, hogy korrekt vagy felék, ők is korrektek. Uh-huh. Most azt, hogy tizat, hogy mert én őszinte vagyok, kicsi leszarom. De én kiszedlek a kocsiból is viszlek. Értem. Hát akkor elnézést kérlek. Semmi gond, csak legközelebb figyelj erre, mert amúgy... Jó, rendben van. Mert kevesek azért korrektek, akik azt mondják, hogy add le nyugodtan, és utána akkor elviszünk. Ezt értem, csak az a baj, hogy így amúgy nem is lehet normálisan dolgozni, mert folyton elrabolnak. Nem az, hogy ilyen 5 perc, és elten inkább 10 perc, vagy valami, hanem ilyen, épp hogy visszajövök, csinálok egy fullt, besatolom fejet, mert már jön a másik. Hát ezért van az, hogy inkább rá vagytok arra készült, hogy frakcióba menjetek. Megkörözzetek, hanem azt, hogy... Csak jumpon van, az a baj, hogy jumpon van, azt a 2 nap volt. Csinálunk egy új családot, azt addig akarok pénzt keresni. Hát, akkor inkább porgásszak. Azt mondod? Ott nem basztott senki. Ja, értem. Jó, rendben van, köszönöm, nem zavarom. Hívesen, hello, bello. Szia, szia. Tík, Sanyik a gamer mennyi. Te kedves vagy. Adjad már az én izé bányászomat. Ne basztassad már a bányász Sanyit. De hogy adok? Panószik mindenkit. Megnézem, hogy a sebet. Mik a revive? A revive! Egy kicsit, igen. Igen. Mennyire vészes amúgy. Nagyon hát, félig érzem csip. Magam, félig. Nagyon csip vagy kicsit? Mindjárt ránézek hát, kicsit végtől. Már nem olyan vészes. Akkor jó. Vigyétek, ha közelem ezt a nyulat. Köszi. Már ja. 3-4-ig érzem magamat. Jó. 3-4-ig érzem. Várjál, te legközelebb a Szopot Laci tudod, oda a szádba lakta bele.
Hát a szegény kennyi volt. Majd legközelebb az afrikaiakat fogod szeretni. Halló, kivel fogom, hogy milyen jó beszéd, nem? Hát most... Hát van ez így. Mehetünk. Éj, szegényke. Mehetünk a dokkokhoz? Húszpoljon a magyar férgeket. Mehetünk a dokkokhoz. Hagyjuk már rá még egyet. Azt... Te, geci. Na vigyázz, hogy... Túl bele, túl bele. Szeretek kérni tőlem, bocsánat. Itt vagy? Itt vagyok. Jó, rendben. Ránézek te mindenkire. 2500, ha sok idő még teljesítik, akkor majd más ezzet kérdezzenek, hogy mennyi idő teljesítik. Rendben, szóval túlszárgyaló az akcióparancsnoknak a egyik túlszét pénzt szeretnének kérni. Hát 2500 dollár másikért. Köszönöm szépen a követés, Blau. Uram, maga ideges, hogy így lihegett itt egy kicsit? Stresszel? Ki? Ötke. Én nem gyerek. Csak az előbb kicsit. Ötke, nem fogja senki bántani. Mink egy gyuri emberek vagyunk, de így szépen fel vagyunk öltözve normálisan. Azt mondták, hogy maradjak csöndbe, úgyhogy akkor... Istenem! Nem, Istenem, ne, adjad Roy! Itt tök mindenkit nézünk, mert én sem tudom, nincs semmi olyan RP, ami engem érdekelne, hogy azt lekösse a figyelmemet. Ja. Így nem baj, mondjanak ők is. Azt mondták, hogy akkor ennek örülök, szóval, hogy maradjak csöndbe. Maradjak csöndben rád. Megnézhetjük csak. Tehát a túlszágyulót pusotatják-e? Az baj. Ez jó van akkor, hogyha meghalsz. Az ő hibájú volt, nem baj? Mert akkor fejbe rendben, rendben, akkor még egyszer elmondom. Az egyik túlszér 2500 dollárt kérnek, hogyha tovább húzik az időt, akkor többet fognak kérni. Köszönöm szépen a követés. Jobbra szabad utat. De jól csinálta mondjuk. Hát jól mentél. Jobbra teljesen. Szerintem pályát tévesztett az úriember. Ő már beleállt a fejünkbe. Rendben, akkor azt mondták, hello, hello, hogy két húzsét fognak jobbra teljes szabadutat adni. Ja. De úgyis jó, figyeljen rá, azt a két autóikat lássa, azt az egyik jeepet, meg azt a másikat. Állítsák rendben. Át Henry, hogy arra egy felé túlszél. Nézzen, balra. Egy ott adjuk mind a kettőt, csak haladja mind a két autó ide. Ja, és akkor nem kell pénz. Nem jó, és pénzt, az utcára akkor mi legyen? Mivel? Uram. Hagyja ott. Uram, mondom világosan, mert ez az utolsó kérés, és a szemem megcsinálják. Tehát a két túlszért ott jobb oldalt nem lesz semmi. Semmilyen autó. Így van, semmilyen autó nem lesz. De két rendben. Autót átrakják ide balra. Így van. Ilyen autója van, te. Maradjatok csömbben, majd én akarok egy szót megkérdezni tőle, utána tietek a stafétából. Amúgy vasaskám, adtam neked egy fegyvert használni. Akkor crash már. Jó lesz. Akkor crash már törőjél, és azt segíteni szokott még általában. Szurko, milyen foci csapatnak? Hát mi közül lehet választani? Jó napot, uraim! Ne, hát ma a kezdődött csapatodat. Tessék? Kedves csapatodat mondjad. Kedvenc csapatom? Hát nincs kedvenc csapatom napot. Teszi fótyó. De mondj egyet. Áááá! Ah. Hát a pont. Teszi fótyó. Na még egyszer megkérdezem, milyen csapatot szeret maga? Hát? Afrikai, magyar, német, olasz. Jó kérdés. Na, ha mondjon egyet. Benne volt a válaszban a neve. Fogalmazhatok. Él az Afrika! Na. Mehetünk tovább. Az Afrika a legjobb. Igen? Mondjátok egy játékos? Olyan szemével kezdődik. Hopp, hopp, hopp egy pofó. Ha nem tudod, hogy... Te tudsz játékost? Afrikai attól? Játékost? Igen. Hát azt mondod, te most jöttél? Persze. Várjon, kicsit csak... csöndet szeretnék itt a bankban, még egyszer felemeled a hangodat, hogy... kitöröm az összes fogadat, megértettél? Én parancsolok, rendben, nem kell. De akkor rádiózz rendben, be, amit most mondok. Rádiózz be, amit rendben. Most mondok. Kiengedem a két túszt átvizsgálásra, egy percet kapnak, hogy átnézik a ruházatukat.
Ha nem te fejbe leszel lőve, utána pedig haladunk tovább, mert sietnék, jó? Ezt rádiózd be. A két túsz kiengedik előre, hogy átnézzék a ruházatukat, utána pedig kimennek a bankból az elkületünk is, ha jól értem. Mehetek, barangányom. Menjenek két túsz, menjetek. Megy a két túsz, megy a két túsz. Én bent maradok. Én bent maradok. Elmagyaráztam jelbeszéd, de mi van? Bocsánat, uraim, még azért vagyok, hogy még nem... Semmi gondolás, csak csinálom eset. Ha nem lehet pisz, így egyáltalán. Gandalf, ez hülyegeszi. Halló, te si volt, rommá izél a hangod, robot vagy. Nem, az SMK volt, SMK volt. Ja? Na, hallott? Hívtam, csak nem vett. Megfelelő fix információnk van, ugye? 100%. Hát ugye a izé köpött a Bella. Hát itt mondták a srácok, hogy kaptak SMS-t róla, meg mondom a valamelyik maszkos most a műanyagnál beszélt a narancssárgákkal, meg most azoknak elviszük a üzét. Nem adom oda a kékeknek a cannabis levelet, mert ha itt Sophie izé van, a Sophie meg együtt van a Blue-val, akkor nem tudom, hogy mire juthattak ők ketten. Miért érzem, hogy ez nagyon csúnya ki lett engedve most? Nem adom oda a kékek, odaadom a narancssárgáknak, hogy egy kicsit inkább ingyen odaadom nekik, hogy aztán egy kicsit jó pofizzunk nekik, azt hát akkor. Én ugyanazokkal is szívesen beszélgetek egyébként. Nem rossz emberek, csak érted? Nézőpont kérdése. Hát én mondom, most egyik srácnak megvan a számuk. Ott én leszek! Átörnek! Ráírt, aztán majd írnak, hogy mi a... Miért kell kiemgézni ezt? Jó, nem tudom. És úgy, hogy senki sem hallotta, ennyien vagyunk máma, ugye? Ja. Elég szép szem egyébként ahhoz képest. Na akkor oda menjük, aztán beszélek velük. Mi helyzet, aztán kérdezik egy két dolgot tőlük, és hogy ki, na mindegy. Akkor menjünk oda szerintem, ja. Beszéljünk velük, mert az a gond, hogy nem lehet színálni, tudod? Hát nem. Itt vagy egy vérfrissítés kell, vagy más. Sződek, valaki befoglalta a kertest. Na, szók alatt. Hello. A szokatokon nincsen maszk. Hát... Mert ide bent az lett behozva, hogy nem lehet maszkot viselni. Itt is ők. Na, ezt én mondtam. A főnök. Ajaszus. A Majka mondta? A Majka és Ajaszus. Azt nem akarok ebből bajt keverni, neked, de... Neked lehet. Hát tudom, nekem lehet, csak... Nem azért mondom, csak hogyha legközelebb elleszik szól, hogy adak ide jön, amikor akkor úgy iszok mindegy, mert hát igazatok van. Teljesen, hogy most érted. Jó. Igazából akkor itt a lényeglet élünk. Kitől van az információ, hogy a Bella köpött? Ezt tegyek fel a kezét. Nincs a 100%-os az információ? Figyelj, én kihallgattam a fiket a gamimból, hát hallottam mindent. Gambino, bocsánat, csak mindig elfelejtem a nevüket. Kihallgattad őket? Kupolánál egyik haveromtól kaptam egy infót, hogy ha minden igaz, ott fognak tárgyalni, felmentem oda egy izével, egy motorra lábújtam, eldugtam oda a hegyre, egy bokorba, tudod? És találkozott a Bella az évvel, a Gambinoval? Ő nem volt ott, de konkrétan úgy, hogy biztos, hogy nem tudhatták, hogy érted, hogy én ott vagyok. Igen. Hallottam, hogy mondták, hogy Bella köp róluk be, hogy újjefele oldunk, meg hogy együtt van a főnökkel. Uh-huh. Meg ilyeneket mondtak, szóval, ja. Igen, kalaposz? Annyit, hogy a sárgáknak se tetszett a Bella viselkedésem, azt mondták, hogy amúgy kavarja a szart, vagyis, hogy igazából... Jó, ki lesz nyilva a gyerekek, ez messze. Hát, meg amúgy nagyon ment. Baloldalt. Hol lallak, barátom? Még egyszer. Hol lallak? Ezt látszok, elmeszélitek történeteket? Na, lakott fejbe buffantották. Annyi fogom. És mi? Mindjárt jövök. Ez szerinted. Ezt kitalált ki, semmi rosszat nem csinált. Hát ez mondjuk igaz, hogy semmi rosszat nem csinált. Legjobb ember volt közülünk? Hát, fogalmazhatok úgy, úgymond. Szóval tényleg kinyírtátok?
Igen. Kelet-kelet nyilván egy-két embert lehetséges, hogy kész fogunk, mert nagyon, nagyon szali lányba megy ez az egész, és azt akarom, hogy forduljon itt a szisztematika, és... Miért? Ne pityeregjé, felnőtt férfi vagy. Jobb volt az, igen. Srácok, DC-n beszélek, akkor nincs a majd, ha itt végeztetek itt a megbeszélés. Sétálj fel hozzám az adminváróba. Elővehettem a telefont, mert pont hívtak a... Nem kell válaszolni, ha végeztetek, sétálj fel. Biztos, hogy MG. Szóval visszatérve a lényegre. Nekem ugye tegnap ide jött hozzám ezt a jogobárla. És mondta, hogy ki szeretne tőlünk lépni, el szeretné hagyni a családunk. Szóval ugye... Mondta neked? Igen, nekem itt... Ezt őszintén bevallom, most itt tegnap persze nekem mondta. Hogy ő ki szeretne innen lépni a családunkból. Ki szeretne? A jogobárla. Hála, az megváltó Istenkének, hogy lemillem lálóhad a tető. Tegnapi RP-t. Jó, és igazából itt az a lényeg, hogy... Nem tudom, mit csinált, hogy akárki csinálta valamit, de... Mutatni vagy bármit. Nagy szalban vagyunk ami nem most MG jelenleg. Kapni fogja. Azért is, mivel nem egy-két darab családval lajtunk, hanem valószínűleg a Tijuana iszlánkát. Ugye... Bocsi, beleszólok. Mai nap felük találkoztunk, meg ilyenek. Voltak köbölten, mi voltunk ketten, nem raboltak, beszélgettünk, meg minden, szóval nem hiszem. Meg is adta a számát. Uh-huh. Shadow, elmondtam neked a megoldást, nem tudom sajnos. Nem tudok többet segíteni, se azt szeretnék, se tudnék. Megint akarják mosatni a pénzüket, szóval nem baszogatnak senki. Figyeljetek, ha nem is felősz, úgyis lelőjük őket a busz flancba. Azért előveszem. Valaki jött el itt. De valaki itt nagyon. Mi is oda nézhetünk? De csak ezt mindjárt magyar az a végén. Kiállhatok a sokan? Szerintem igen. Elmentek. Ördög, gyere vissza te is, vagy. Ez városi rally, vagy nem? Hol? Hát hallom csak. Értek, hogy mindenki feláll a vonalra. Mindenkit megválunk. Igazából itt... Ez látszok, hogy... Jogobel az, hogy tegnap óta ki akar lépni tőlünk. Én ugye mondtam, hogy megpróbálok valamit beszélgetni veletek, hogy mi a helyzet. De mi akar kilépni? Hogy stimmel. Figyelj, fogalma szintén. Itt igazából ő megkapta, utána elmesélte, hogy elvitték kivégezni a lakkot, és szóltak a fehér merészeknek. Ivott? Na majd utána mindegy. Percre elfordulok, mindjárt jövök. Jó, szóval ezt látok, itt az a lényeg, hogy már Ja, nekem kellett jönni? Nem, de nekem te is jó leszel. Jó, nem tudtam, hogy csak én hallok téged, vagy mindenki? Nem, beugrottam az izébe a szobátokba, mert akkor MG van ott a ninjánál, és hűre fog pakadni, és lefogadni. Én ezt akartam mondani, nem azért kérdeztem, hogy ki az, aki mondta neki. Jó, mert... Ha nem bírja nekem most bizonyítani, mert nem is a kupolánál voltunk, és az az RP meg se történt, mert admin szankció lett belőle menet közben, az RP szállt törölve lett. Innentől kezdve, hogyha ő most nekem nem tud nekem bármilyen bizonyítékot mutatni, én nagyon megsimogattam őt egy hetes bannal. Nyugodtan, mert én pontosan azért kérdezem, mert tudod, csak annyit mondott, hogy egy ismeretlentől kapott SMS-t. Azért kérdezem, hogy ki az,
hogy mondom, ne az legyen, hogy csak rámond valamit, hogy egy ismeretlen, hanem legyen rá bizonyíték, hogy valakitől kapta azt az SMS-t, valami kézzelfogható. Azért azt várom, hogy ott nagyjából vége legyen ott a megbeszélésnek, azt odahoppanok, hogy Mizu. Jó, mindjárt rövidre zárjuk akkor. Csak hát értelem, én azt mondtam... Csináljátok. Csináljátok. Jó. Jól van. Hoppanok. Mi az idéd, mert azt nem látom. Nekem? Aha. Mindjárt mondom, várj már picit. 244. Köszi, tesi. Köszi, szia. Hello, bello. Örülök neki. Tényleg? Üljétek már nekem is azt a számot, én is hagyd kapjak már tőle 8 milliót. Léci, ne legyetek már angeci. Aha, küldjed már Léci. Jó volt, 247. Hát én értem, igen. De amúgy nekem nagyon hiányzik a laknám rosszból. Ő volt itt a másik fele, minden hiányzik az oldalamról. Igen, de ti nagyon jó barátok voltatok. És most meghalt, és most egyedül vagyok. Emiatt a nő személy miatt. Hát ő... Vagy miatta, vagy nem. Ha ő miatta, akkor ügyesen kavarta a szálakat. Van valakinél egy üvegvíz? Tudok adni. Valaki adjon neki, nekem az utolsó egy vizem van nálam. Miért? Köszönöm. Én is adok, gyere. Szóval azt látszok itt igazából, aki tud embereket, akiben meg lehet bízni, szokat van a városban, az vegye fel velem a kapcsolatot, és... És mit mondott? Kap egy ilyen próba dolgot, megnézzük, hogy tesz itt az embereke. Miről fel? Hogyha valaki tud más családtagot, aki tudna ide jönni, segíteni, arra gondoltam. Tehát, hogy most van helyünk, eléggé sok, amúgy megtelvesze. Ugye a fegyver klaftolás az nagyon fontos dolog, ugye? Mert ez nagyon fontos dolog. Majd erről beszélünk ketten. Itt látszok, itt igazából az a lényeg, hogy új nagykönyv keletkezett, minden át lett írva benne. Vagy figyelmesen olvassátok át, lehet már valaki át is olvasta. Uh-huh. Ezt mindenki figyelmesen átolvassa, aki ott egy dolgot megszegik, azt megölöm. Most véleszen komolyan mondtam, bárki bármit tesz, ami nincs jó szemmel a családunkra, az meg fog halni. Muszájját csinálni most egy ideig, hogy megint legyen egy ilyen szorítás szépul, hogy mindenki komolyan vegye és ne hülyeszkedj el a dolgokat. Ugye egy nagy család vagyunk, vagy próbálunk lenni. Igazából nekünk most egy kis pénz kéne, fegyver és információ, ez a három összvisz dolog. Ez igazából ennyi. Ugye a banklablászokról annyit, hogy aki egyedül csinálja, nem vállalunk érte felelősséget, de általában illik belakni egy százalékát a közösbe. Hát ha valaki elmegy önként eszen labolgatni, hogyha magának szedi össze az alapanyagot hozzá, a hekkelőt meg a fúlót, akkor azt mondom, hogy akkor az egész az övé. Viszont ha onnan tálolóból vesz ki dolgokat, akkor kötelez legalább a 20%-át benyújtani a családnak. Ugye, hát ez a családadó, ugyebár. Ez kötelező, mert legalább inni is pénzünk. De hát, hogy nekem most egy fittingem nincs, őszintén megmondva, nekem most van kelek-pelesz. Nulla darab dollárom. Nulla dollárom van. Kelekem. És igazából ennyi. Valakinek valami kérdés mondandó, vagy... Vagy akármi más, ami szóba jöhet. Igen. Még annyit, hogy a sárgák... Ugye a narancssárgák mondták, hogy a fehér öltönyös, ugye aki a fehér öltönyben szokott, ugye Márkusz, nem tudom, hogy ő volt-e, de mondta, oda ment, amikor ide jöttek a sárgák hozzánk,
mondta, hogy oda ment hozzék, és mondta, hogy a Bella, Bellát elintézik, hogy Bella úgyis ki lesz nyírva. Ezt mondta a sárgáknak. Bocs, hogy beleszólok, de mindenki mozogjon. Ja, meg szerintem... ki írt a sárgáknak? Én írtam. Nem írtak még vissza? Nem, nem. Jó, mindegy, akkor egyelőre... Azokról a fekete ruha sárga mellény, ugye? Nem tudom. Mert megvan, van telefonszámom tőlük. Mindegy, mindjárt akkor addig... Azt itt igazából... Ez a lényeg, hogy... Hát úgymond... Most minél jobb kapcsolatba kell ásszuk magunkat, ugye, hogyha másokkal nincs problémánk, akkor mit csináljuk a mi saját dolgunkat. Ugye most, hát, nagyon remélem, hogy a muhaszöld színűek tartják ezt a dolgot. Figyeljetek, hogyha üldöztetek egy zöld gépjármű, akkor úgy szemeneküljetek, úgy is elkapnak titeket. Amúgy szem. Köszönöm szépen a követést. Amúgy szemmel kínoszhatnak meg titeket, persze, benne van a megállapodásban. Majd azt látják, hogy tartják-e hozzá. Most először azt kéne kideríteni, hogy minden információ jó-e, meg majd itt ketten egyre eddig megbeszéljük ezt a fegyverkraftot, addig ja. Szabad foglalkozás, aki applikáción kell legyen. Jó. Nem téveszen adja át, hanem Kelepperec ugyanúgy, ahogy ezt az információt megkapta. Mert hogyha ez nem így megy, és annak eltélészek abba az információba, akkor itt gubasz lesz. Érthető volt? Igen. 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 Jó. Na, akkor szabad foglalkozással. Gyere egy kicsit. Olyaj! Jó napot kívánok! Szép napot! Melyik hűtök a ninja? Én, igen. Nagyon jó. Az mi váromba, gyere föl. Akkor na, most mi, mondom. Mit csinált ez az állat? Nem lesz épkézzel bizonyítékod arra, amit előbb itt végig rekonoltam, és nekem nagyon MG-nek tűnik, amit mondasz. Ha nem tudsz nekem egy normális videófelvételt, vagy bármit elém rakni, most szólok, egy két hetes pihenőre ki foglak rakni. Egy kérdés, honnan tudtam volna nem gézni, mikor konkrétan a frakcióból nem beszélek senkivel. Nem, az az én streamemből, vagy éppen pityújéból. Hát figyelj, én mondjuk azt sem tudtam, hogy te streamelsz, meg bocsánat. Baj, de az a baj, amit éppen te itt előbb előadtál, egy, az az RP-szál már el lett törölve, igen. Mert admin ügy lett belőle. Kettő, senki se tudta, hogy mi találkozunk. SMS váltást lett róla, amiben úgymond te nem láthat. Ezért mondtam, igen. Hogyha nem bírsz nekem semmilyen bizonyítékot mutatni, vagy nem te tőled ered az MG, én érteszerűen, ahogy ezt itt lerekonoltam, én nagyon csúnyán rá fogom rakni most itt az MG-t. Uh-huh. Jó? Oké. Okay. Akkor megyek váró. Köszönöm. Amit a Belláról mondott itt előbb, az igazából törlésre került itt mindegyikötöknek mondom, mert admin ügy lett belőle, és az RP-szár törör veled. Oké. Okay. Mikor volt pontosan ez az admin dolog? Tegnap este történt. Az ő része az marad, tehát az ő része az rendben van. Amikor a Bellával mi elmentünk találkozni, ott utána a balett egy admin ügy. Valaki mindjárt szomjálok-e. Igen. Ja, nem az volt az a keveréses dolog, nem? Én tudok adni. Arról van szó. Abban annyi volt, hogy igazából csak pont velünk volt az RP szája, és megkapta az admin szankciót, ami teljesen mással volt kapcsolatban. Ja. És így ezáltal mi RP szállunk is törölve lett. De ott se ember, se kutya, se macska nem járkált. Szóval senki se tudhatta azt, hogy mi ott vagyunk, ahol jó, hát akkor ezt tisztázzuk le, utána akkor... És még, ja. Bocsánat, egy nagyon gyors kérdés. Nekem ugye tegnap ott elmesélte tegnap este, hogy ki szeretne lépni, ezt így leícéztük, minden beszélgettem vele. Akkor az is megmarad, vagy ez is úgy teljes mértékben így... No, az mikor történt? Hú, tegnap este, hát amikor... Miután elmentetek, azután történt. Igen, egy olyan fél órával, vagy 20 perccel, nem is tudom pontosan. Figyelj, akkor az még marad, az olyan, amikor mi onnantól számítva törlődött el az RP-szál, amikor mi összefutottunk vele. Tehát az a mi jogi szálunk okay. Volt, az törlésre került. Tehát akkor folytassuk tovább úgy a szálakat, hogy tőletek ki akar lépni, és ennyit tudtok, jó? Jó, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Amúgy ezt pont belézted nagyon így, mert pont véletlen rekonoltam ide. Jaj, a karma macskája, úristen. Na én megyek félre, azt hallgatom a válaszait. Na hello. Hello.
Hello? Ja. Na. Akkor na nézzük. Milyen ismeretlen embertől történt ez a telefonhívás? Vagy SMS? Ebből figyelj, mondom, hogy akkor mondom így inkább az elejétől, jó? Videót van. Az a baj, hogy nincs, de mondom, hogy mi volt, amúgy én tényleg nem tudtam, hogy te streamel, vagy már bocsi. Mindegy. Mondom, hogy mi volt. Egyik haverom így IC felhívott telefonon. Meg ilyenek, hogy ugye, hogy az izé, tudod, aki cékázva lett a gyerek, na mindegy. És mondta nekem, hogy konkrétan, hogy Sofia Téla, ugye? Igen. Mert ezt amúgy én is, meg már mindenki az elejé óta sejtettem, mert nagyon nem tudom, érted? Nagyon gyanús volt mindenkinek, meg ilyenek. A lényeg ilyen kell most, nem a hát. Figyelj, én az, hogy személy szerint gondolom IC szabad hazudni bárkinek, nem? Én személy szerint azt csak bekamusztam, hogy ti ott voltatok izénél, nem tudtam, hogy ott voltatok. Az a baj, pont egy olyat kamuzol. Most komolyan belekamusztam? Most az a baj, hogy én azt is kurvára nem fogom elhívni. Egy kérdés, várjál, te hol streamelsz? Megkérlek arra, hogy a spancintat, amely itt is van, hogy már csatodjon már is ide, jó? Igazából ő csak mondta nekem már az elején, ő ezt, érted, ő ezt nem mondta, ő csak mondta. A telefonhívásra vagyok kíváncsi. De figyelj, nem mondom, hogy IC lehet adódni, gondolom. Én azt, ami, hogy mondtam, hogy izénél csillagvizsgálom, meg ilyenek, azt csak bekamúztam, mert nagyon azt akarom, hogy az izét, a Sofit, azt cékázzák, mert utálom. IC legalábbis, amúgy OC, nem csak hogy IC. És ja, de én azt tényleg... Bocsi, csak vannak itt vendégek, hogyha valami háttér vagy. Egy kis gyerek, meg na mindegy. És mondom, én azt konkrétan fullback amúztam, én ezt nem tudtam, nem, amúgy te hol streamelsz már, bocs? Én mindenhol itt egyszer, sok helyen, YouTube-on is van. És múltkor hol volt a stream? Pörgött YouTube-on is, Facebook-on is, Facebook-on egy, nem, Twitch-en is. Egy kérdés Twitch-en, meg izé nem lehet megnézni, hogy vissza, hogy nézted el a streamet, érted, hogy mondom? Beúztam közben Popeyt, mondjad Popi. Aló, hát csak érdekelne ez az ügy, mert ugye ez, amit ő mond, ez egy nagy kacsfalások, hogy a haverom ezt mondta, haverom azt mondta, ez haver, ez egy full MG, amit most itt letoltál. Ezt nekünk nem mondd be, hogy itt a papinak most mondod, hogy ő hol streamers, meg ilyenek, haver, ez egy full MG, amit most itt tolt. Pont ezért kérdezem, hogy nem lehet megnézni valahogy, mint például YouTube-ban, hogyha megnézted a streamet, akkor ott mutatja piros látszékot, érted? Képernyő megosztást egy pillanatra. De ja, mutasd már azt az SMS, vagy azt a haverod számát. De így én mondom, hogy kamúztam. De nem kamúztál haver, és ez inkább ne hazudjál, inkább vald be, és akkor megúszod. De ez, hogy most te... Várjál, én most esküszöm az életemre, hogy kamúztam, de most komolyan. Jó, hogy de ez rossz arra kérlek, dolog. Várjál, arra kérlek, hogy csinálj nekem egy képernyő megosztást. Igen. Pillanat, mit kell megosztani? Az asztalodat. Screen egy, nem? Aha, nem tudom, hogy hány monitorod van. Igazából egy. Meg is osztottam. Jó. Igen. Nyisd meg nekem, légy ott alul azt a Chrome-ot. Igen. Jó. Rakd át teljeset nagy kijelzőre. Igen. Négy pontra jobb felül. Ide? Uh-huh. Ezután már nem tudom, hogy ez hogy, vagy mire, már, ja. Kéne nekem az előzményeid. Aha, az, hol vannak az előzmények? Hát még nem magyar neked. Hát, nem tudom. Jó, akkor... És az előzményeket megmondom neked mindjárt. Ott, az hányadik? Arra, egy elejjebb. A legelső, az abrazéni, a... Várjál, mit mondom. Oda... Ez nyomjára. Arra nyomjál rá, arra nyomjál. Egyel balrább. Nem, te só, arra nyomjál rá. Jó. Igen, tekerd és most hova elvigyem, vagy erre, vagy besülj. Kicsit tekerd le. Ezt, hogy állják meg, lassan tekerem, hogy mindent lehessen látni. Vihetem, nem? Tovább gondolom, Discordba. YouTube. Vissza. Vigyem vissza fel. Aha. Tess, az akkor is egy nagy MG szag. Nincs benne az a baj, az nem tudok
nem. De én esküszöm, figyelj, telefonon is meg tudom, be tudok jönni, meg tudom osztani a képen, vagy sem csináltam semmit. Azt az alkoholzásodat nem tudom visszanézni, hogy mit néztél éppen. Hát figyelj, ez... személy szerint YouTube-ot is, Twitch-et is, mindent izéről nézek Google-ra, szóval azt meg lehet nézni, gondolom. Nem, de te honnan tudod azt, hogy pontosan, hogy a Bella mit köpött, hol köpött, egy haverot elhívott. Ez egy rossz kamu. Ezt inkább mondd meg a haverodat, és ő is jön fel ide, és akkor tudjuk meg, mert ez így de. Egy nagy MG, és főleg egy olyan RP, ami el lett törölve, ugye. Kikapcsolhatom a megosztást? Kapcsoljad. Figyelj, mondom, hogy az, hogy haverom felhívott meg ilyenek, azt kamusztam így, mert így lehet kamuzni, és utálom a Sofit, hogy azért, hogy székázzák ki, érted? Nem lehet bekamúzni, hogy pont a gambinósokkal ott volt, amikor velünk volt ez zárt, mert ugye törölve lett azt akkor. De ott nem bekamúzod azt, hogy a gambinósokkal így úgy. Most figyelj, oké, lehet nem gépen nézted, vagy te olyan okos gyerekek, hogy fogod törlöd az előzményeidből, vagy akármi. Én szerintem, én nem mondom a frankót így, te ezt a kenyó elég csúnyán kiemgészted. Ezt elég csúnyán kiemgészted, én megmondom a frankót. Ez ki van emgészve. De pont ilyenben az ember, az olyan, mint az ötös lottó. Egy évben egyszer bírja eldönteni ezt az egész, és megnyerni az ember ezt a lottót. Ez nagyon pontos kell. Te pont beletrafáltál be, és ez nagyon nehéz. Úgy, hogy tegnap nekünk ez volt az RP-nk, hogy pont a gambinósoknak ott köpött meg ilyenek. Ez rossz dolog. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy MG. Ez nyakam merem rátenni. Hogy a haverom felhívott, IC után már még sincs haverom. De mondom, hogy IC szerintem, ha jól tudom, lehet hazudni. Én így... Hola? Ja, nincs annak az ideje. Hú, várjál. Kinek? Itt van, és csak? Fog. 607. Az 141-es, azt hiszem ő ez. És csak hogy fejbe legyen, köszi. Szívesen. De most kamusztál direkt egy olyan helyet, hogy ugye ne legyen ezzel a problémát, hogy te kihúzzad magad, nehogy letaláltam valaki ízé ottan. Fel legyen kérdezve, hogy úgy levigyen. De te pont abba trafaltál bele, amit nekünk a Bella köpött, meg amit csináltam, ugye ez el lett törölve. Te kopra ugyanazt mondtad ott a többieknek. Szerintem én megmondom a frankót. Igen. Jó van akkor. Szerintem megmondom a frankót, hogy ez egy nagy MG, és szerintem ezt ott... Az a baj, én is ezt annak hiszem, hogy az MG, és... Az, hogy pont nem a csillagvizsgáló, és pont az, hogy elköpött nekünk is minden. Az... Igazából arról nem beszéltem, hogy mit köpött, csak azt mondtam, hogy köpött. Mert azt, és azt amúgy alapból lehetett sejteni, hogy a Bella köpött. Pont nekünk? Hát, és pont nekünk, pont a Gambinónak, pont esteni. Megcsináltuk a tüzet. Meglettetek IC fenyeget, megcsináltuk a tüzet, és utána oda jön köpni nekünk, amikor még pénzt sem akart fizetni, de köpni meg akart azon. Bocsi, mondhatok valamit? Mondja ezt közben. Én kettő emberre sejtettem, vagy gondoltam, vagy nektek, vagy az izéknek, nem tudom soha nevüket tudod a Nándoréknak. De azért gondoltam, hogy nektek, mivel a Nándoréknál a bohóc konkrétan randizik, ha levegy ilyenek, hogyha akar vele, érted? Szóval, hogyha nagyon nekik köpne, szerintem nem csinálna ilyet, érted? Az a baj, hogy ebbe véletlen beletrafálni nagyon nem lehet, tessék. Pont annak köp, aki aznap megfenyegette őket, tehát ezt nem bírod megjátszani, tehát ezt nem. Kőkemény, kemgészed és próbálod kibeszélni ebből magad. És ebbe beletrafáltál úgy, mint a szar, csak direkt nem azért mondtad, jó, a fegyverboltot. Várjál. Mindjárt. Jó. Szerintem ez szóljál valakinek, te som. Én csak azt mondom... Kolor! Át tudsz ugrani hozzá? Gyertek már mind a hárma hozzám, létszik. Egyértőjel. Hát szerintem csúnya MG, csak hogy én is biztos legyek benne. Elmondom jó, utána a sztori. Én onnan veszem ki, hogy egy ember hazudik, hát... Na? Várj egy picit. Elmondom igen? A sztorit, srácok. Jó, hogy én ezt nyakamat teszem rá, hogy ez MG. Tök egyszerű a sztori. Ugye tegnap tudjátok, volt Bellával az a sztorink, amikor megkapta a közijét. Igen. És ma mit hallan a füleim rekon közben, pont rárekonoltam az izére, a Jacqueline-ra, és hogy Jóci azt mondja, hogy pont Bella a tégla, és hogy a csillagvizsgálónál beszélt a gambinóikkal, meg hasonló. És hogy egy barátja küldött neki telefonon SMS-t. Pont ezt így lerekonoltam az egészet, valami sírra fakadtam itt a monitor előtt. És ugye tegnap nekünk a fegyverbolt tetején volt egy RP-nk, ahol elmondott mindent, és ez pont másnap. Mondtál? Micsoda? Az
Velem csillagvizsgálót mondtál. Hát ő azt mondta ott a fiúknak, csak nem merte gondolom így végigmondani, hogy a izét tetején. Akkor mondhatom én is az én szemszögemmel. Mondjad, Jóci. Na várj, mondom, hogy ez volt, hogy igazából így hazudtam, hogy egyik barátom mondta, hogy ott fognak tárgyalni. Fogalmam se volt róla, csak valamint bekamusztam, hogy ott tárgyaltak valamelyik nap, hogy Bella köp, így mondtam, mert ugye Bella köp. Ezért többieknek. Ezért szóltam. Kicsit. Egy pillanat. Mert az a baj, ez nekem saját ügye, én nem is intézhetem, meghallgattam a Jocit, hogy mit mond, de ezt nektek kell, mert ez saját ügyem. Tehát ez az én RP-m része is, amiben ő MG-zett, és én ezt semmilyen formában nem intézhetem, erre kelletek nekem ti most. Hárman itt vagytok, ti fogjátok eldönteni, hogy mi a véleményetek. Én nem szeretném intézni velém, meg viszonylag jobb vagyok Jocival, és nagy az legyen, hogy én izéltem, szóval... De mint admin vagy intézheted most azt, hogy... Persze, csak... Értem, ezért nem kell neki megharagudni, tudod? Ezért most nem kell megharagudni. Ott onnan... És azért azt mondja, hogy azt mondják, hogy úgy jártam el, érted? Figyelj, most ezzel nem jártál a úgy el, ez szerintem... Color. Az cooler. Color. Igen? Color. Color és Peti itt vagytok? Ti akkor jelen pillanatban ebben az admin ügyben ti úgymond pártatlanok vagytok, igaz? Akkor megkérnélek titeket, hogy ti intézzétek, jó? Akkor mi Nandival, Csönbarról, meg Popeye-jel intézzétek, mert én azt mondom, hogy MG, ahogy ezt én végighallgattam. Megkérnélek, hogy intézzétek. Mert ebbe így beletrafálni, gyerekek, így lejön ötös kattom, hogy én ebbe így beletrafálok. Pont ott voltunk a izétetén, pont egy haverja hívta. De már nem akarja a haverja számát megadni, de most már nem a haverja volt, most már izé, csak ő bekamuszta, úgyhogy szerintem ez több sebből is férzik. Azért Popeye, nyugi. Na, akkor az admin kér, hogy mondd meg a haverodnak a nevét, ID-ját. Figyelj, akkor mondom akkor neked is, jó? Figyelj, én IC, elkezdtem mondani, hogy Bella a tégla, mivel ő rágyanakodtunk az elejé óta. Ő akarta nagyon, hogy nyírják ki a lakot, akit ő érte konkrét, csak ő érte, ki is nyírtak. Az is zsenus volt, mondjuk, hogy megvolt az izének, valamelyik gambínósnak neki a száma, és ő hívogatta, mindegy. És várjunk, még mi volt? Utána mondtam, hogy ugyebár, hogy izénél csillagvizsgálnál találkoztak, mert én így be akartam kapmúzni, mert nagyon szerettem volna, hogy nyírják ki, mert ugyebár érte nyírták ki a haveromat a lakot, és azért mondtam, hogy valamelyik nap kaptam haveromtól egy telefont hívást, hogy ott fognak tárgyalni csillagvizsgálónál. Csak nekem közben mennem kéne, bocsánat, csak gyorsan mondom. És ja, konkrétan itt vagyunk, mert hogy ezt mondtam, és ja. De nekem kell a haverod. De mondom, hogy IC, hazudtam, hogy nincsen, meg tudom osztani a képemet, ha úgy van. Ja, hogy te IC hazudtad be, hogy haverod, mondta ezt. Igen, csak nekem nagyon kéne mennem, bocsánat, szóval gyorsba. Idén meg van, szóval offline, vagy ha úgy van offline, bármikor tudunk rád dobni, de... És bocsánat, úgy, de... hogy ez az RP szárt törlésre is került, Jaci. Szóval de én mondom, hogy ezt kamúztam és tippeltem, igen. Igen, nincs ott tippel, szóval de most, ott... De most OC-n, vagy bocsánat, IC-n nem szabad hazudni őszintén. Hazudni hazudható, de MG-zni nem. De nem MG-ztem, mert nem is néztem a streamért, mindegy. Amúgy eddig nem is tudtam, hogy streamer alapból, csak azt hittem, hogy egy admin, de mindegy. Figyelj, én egyszer biztos, hogy nem MG-ztem. Csak nekem nagyon mennem kell, már bocsis, mert megyünk el itthonra, szóval, ja. Igazából akkor mehetek? Elmondtam mindent. Kolorék döntte, a cooler döntenek, mert az is saját ügyet nem intézhetek. Még tényleg gyorsba kérlek szépen ma. De akkor legyen az, hogy most elmegy, aztán majd max offline-ba rádobjuk. Annyira mennie kell. Jó. Akkor, okay, akkor... mennyi, Jóci. Akkor sziasztok. Szia. Az biztos, hogy nem géztem, de mindegy. Na, megy a stream, úgy beszél. Jó. Tovább, jó?
Annyi... Szegény Jóci, most fejezed be 650, sőt 750-et, mert visszadobta a szervet. Én értem, Nándi basszú, csak ebbe bazd meg, tehát így beletalálni, nincs nekem ötös lottom, hogy ebbe így beletaláljak én, csak annyi hely változik, hogy nem csillagvizsgáló, nem a fegyverbot tetején, hanem a csillagvizsgáló. De ő benne volt ebbe az RP-be, vagy? Semmi. Nem volt benne. Senki. Tudod, mi volt tegnap? Ugye tegnap bementünk a Danékkal megbeszélni, ugye, hogy a Nándékkal úgymond már, amit kötöttünk rájuk, a fegyverszünetet félre megy, mert ugye megállapodások történtek vele is. Hogy akkor minden a régi kerékvágásban. Utána el lettek kapva, belettek térdeltetve, történt a történt. Mondtam nekik, hogy én nem szeretem, hogyha a családomból valakinek a nevét fölhasználják, ezért fizetniük kell. Cserébe elvittem én a zsákos fejet, tudod? A letétbe úgymond elraboltam, elraktam őt IC egy lakásba, ő most ott van, abban az RP szálban. És utána, amit én elvittem a srácot, közül a fiúk nekem írtak, hogy szóltak rádión, hogy a Gázsi beszélni akar velünk, ki akarja váltani a zsákost, így indult a beszélgetés. Fölírtunk a fegyverbolt tetejére, senki se volt sehol, tehát le se követtek, se egy helikopter, semmi nem ment el. Elmondott mindent, utána abból admin ügy lett, ő másból adódóan, de a mi LP-szárunk is törésre került, ez ami ott beszéltük fönt. És ma rekonolok, és pont egy ilyenbe futok bele, hogy a Bella a gambínosokról, a gambínosoknak köpött. Egy telefon, és barátjától kapta a hívást a csillagvizsgálónál, meg hasonló, de a csillagvizsgálóhoz nem értek, nem ment oda a Bella, de a gambínosok ott voltak, vagy valami hasonló volt, azt mondja, visszatekertem a streambe. És én erre mondtam, hogy gyerekek, így beleütni valamit ötös lottónak kell lenni. Én szerintem most hazudni hazudhatta, csak kérdéses, hogy pont miért ebben? Pont ezt hazudta. És pont úgy, hogy tudja, hogy a Gambino leszopatta őket, mert 350 ezer piszkos pénzt kért tőlük azért, hogy ne öljük meg Majkát. Nagyon. Mert ezt is mondta? Nem, ezt én. Ez a mi szálunk ott velük. Per pillanat, én ezt vágom, csak hogyha ezt ő is mondta, akkor valószínűleg lehet, de most az, hogy találkozhatok, én ebből nem szűrném ki azt, hogy száz év. Ugye ez a legnehezebben kiszűrhető egyébként az MB, ugyebár. Tisztában vagyok vele, én is. Alapból én nem dönthetek, és nem is akarok titeket, kettőtöket befolyásolni, ezt találjátok itt, hogy ti mit súg nektek az érzetetek. Abból kiindul, hogy megkülasztott. A Nándék ott voltak a... Még egyszer? A Takers és a Nándék ott voltak a fegyverbolt tetején, meg a Ballas talán. De ez egy másik, tehát a... Amúgy mi is voltunk sima ruhába egyébként. De nem este, amikor ott voltunk a... Nem, ez két-három napja este. Ez nem az, amikor mondták, hogy küldtetek képet, vagy küldött nektek valaki képet. Amúgy az a vicces, hogy én beszéltem azokkal, akik küldtek ki a képet, és azt mondta, hogy nem küldtel egyébként neki a képet. Mindegy most. Na. De mindegy. Mindegy, de így beletrafálni, ez kemény. Pont abba trafál be, ami lényegű, hogy tegnap volt. Ugye én annyit mondok nektek, hogy lehet sok mindenről nem tudtok, de amúgy az ilyen hazugságot nagyon keverik a szart IC, és amúgy IC Sofit ki akar ettél, tehát lehet, hogy azért mondta, de ez cooler döntése lesz. Ne, én abban tényleg nem akkor... tudom, én nekem azt, én amikor meghallottam, én itt nem tudnak olyan videós bizonyítékot mutatni arról, hogy tényleg IC történt, és így úgy amúgy hasonló, mert ilyet behazudni gyerekek, az tényleg meredek, és én nem tudtam eldönteni. Hányadik nagyobb lett volna akkor? Ha nincs idője, az okoz gondot ebbe, ugye, hogy azt hazudta, hogy a barátjától, ugye IC hazudhat. De akkor ő honnan tudhatta meg ezt? Hát most, de ő most elmondta itt nekünk Discordon az előbb, hogy amúgy ő ezt hazudta, hogy Bellának szart keverjen, mondhatjuk így. Te visszanézed a live-ot, ugye ott ő azt mondja, hogy egy barátja küldte el neki SMS-be, utána felhívták. Tehát a papi mondta neki, hogy akkor kéne nekünk ez a barátodnak a szám, jaj, ő nem, utána már nem volt benne, utána már hazudott. Na innentől volt gyanús, de visszanézzétek, majd meglássátok, hogy ma...
is, hogy nem ő MG-zett, hanem valaki más, és csak ő leírta neki DC-n szerintem. Értitek, hogy... Én őszinte vagyok, én megkértem, mutassa meg a Chrome-nak az előzményét. Fajn volt, megmutatta, tényleg nem volt ott se egy Twitch, nekem furcsa, és ott a se egy Twitch, se egy YouTube streamer nem volt benne. Olyan. De azt megnézhet akár reggelben, amikor akar, vagy telefonról, vagy közösen Discordon, vagy akármi benne lehet. De most én csak egy feltételezést mondok. Nem biztos, hogy lehet emlékni, de az a baj, hogy ezt pontra pont beleütötte magát, amit mint tudjuk nagyon jó, hogy mondjuk van most az ötös lottó, 4 milliárd, az tényleg nehéz eltalálni mostanság a számot. Jó, én megadom neki. Mondjatok egy ágyit. Vagy ha annyira nem akarjuk, hogy közízzem meg között, akkor minimum a Varm. Tehát inkább, hát nem tudom. Varmolni nem tudjuk, mert így benne hát, közmunkatáblázomban. Hát az igaz, hát akkor kapják közit. Elint. Nekem ez meredek volt, őszinte leszek. Jó, akkor ID. 141 volt. Na most csatlakozott le ez a Paker Pool. Hol vagy mi? Nem, neki Jocsi a Dizé neve, Steam neve. Legalábbis aki itt bent volt. Ő lett meggyanúsítva, vagy valaki más? Jocsi lett. Az a Jocsi. Én őszinte vagyok. Én nem szoktam ezekben a sok helyet foglalni. Általában az MG-nél, általában elengedem, de ezt így eltalálni gyerekek között is lottosnak kell lennie. Geri, akkor mutassátok meg, hogy nem volt MG, de hogy lehet így eltalálni? Most itt veszekedhetünk a cseten, meg veszekedhettek egymással, de ha nem tudjátok ezt nekem így aláírni, hogy ezt pont így beletalálni, hogy ez nem, csak annyi a különbséggel, hogy ez nem csillagvizsgáló volt, hanem a másik, akkor ezzel nem tudok mit kezdeni, basszus srácok. Tehát ebbe így belenyomni a levest? Na minden srácok, én elköszönök tőletek egy rövid időre, elmegyek kicsit eszek, kajálok. Azért mondom, tehát én elmegyek most kajálok, én is átgondolom, hogy ez hogy lenne jó. És utána szerintem Gambinóval már érkezünk. Jó. Nem tudom, mit főztek lent, szóval majd utána érkezem. Zabálok egyet, WC meg hasonló, és utána már a megszokott helyen leszünk. Elhiszem, tehát elhiszem, srácok. Mindenhez majd folytatjuk ezt a beszélgetést mindenkitől. Én elköszönök. Köszönöm szépen, sziasztok!